Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jász. Ha jó reggelt. Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy újabb napon, kedden. Ebben a csodálatos időben. Nem, most mi baj, esik? Nem, ilyen fura 8 fokot méregettem. Igen, januárban fura. Fura, igen, ilyen 8 fokos esős, ilyen latyakos valami. Na de napközben is esni fog. Na de napközben is esni fog, viszont jó idő lesz. Na de hétvégére. Jó, hát a hétvégén vasárnapra már mondanak havacskát is. Úgyhogy Salzkammergutban, ahova rész ad a peg. Salzkammergutban? Szálbach, gyerekek, Szálbach. 2000 méter magas ez. Hátja úristen, de durva. Nyáron föl lehet menni a felvonóval, és le lehet mountainbike-ozni. Egy órát másfelet jössz le Erdély úton. Az is így megereszted magad, hogy... Úgy szépen, tekerd, családdal, teker, fölmentek felvonóval, gondold el, fölmész ilyen 2000-es helyre felvonóval, kabinossal, és akkor onnan szépen letekersz. Vagy letúrázol, vagy bringával lejössz. Apa, megnézted a féken. Igen, minek az? Nem egy óra másfél, akkor nem mennek nagyon gyorsan. Igen, akkor szépen legurulgatunk. A Bennyvel tervezek, egy kicsit nagyobb lesz, akkor kiviszem ilyen mountain bike túrákra majd. Az jó. 18-20 évesen? Persze. Nem hát kell elkényeztetni. Halló. Egy 6-8 évesen már simán lejön onnan. Ha ügyes, kap egy sapkát, egy könyökvédőt, aztán ide csapatjuk lefelé. Nem? Már meg a fékezel akkor, tehát ha nem mész nagy sebességgel, tehát a sport az csak akkor őrült, ez a hegyi kerékpározás, hogyha tényleg versenyszerűen csinálják. Én múltkor futottam bele egy versenybe. A televízióban. Nem hiszed el, hogy súlyosabb. Hogy jönnek le. Nem hiszed el. Jó, igen, persze, de nem kell. Hát ilyen családosra tudod, Viki, Benni, fölülünk, azt kimegyünk, és akkor szépen legurulgatunk. Azt szerintem mi tökre élveznék, még a gyerekek is, meg a csajok is. Fejkamerát kérünk. Egy GoPro kamerát. Az, ha, igen. Ő rögzíti az eseményeket, és akkor gyorsítva meg tud csinálni. Jaj, gyerekek, mi újság van? Hát a fejkamerásról jut eszembe, hogy a Lehel úti robbantón is volt. Ez már csak ilyen fél információ, vagy ilyen plusz információ. Fölvette magának? Fölvettek. Hát valószínűleg nem magának, hanem a megbízónak, hogy megvolt a meló. Én csináltam tisztelettel, csak így a fejkameráról jutott eszembe, hogy most kiszúrták az egyébként, és ez elgondolkodható mindenkinek, aki ilyen videókamera rendszert szereltet valahová, hogy azon mit lehet látni. Ti láttátok a rendőrségi képet? Semmit. Azon nem sokat ilyen. Hát látsz egy alakot, meg az ő motorját. Humanoidnak látszik, igen, és van bele egy jármű is. Igen. Abból állítok, ki tudták találni, hogy milyen a motor, azt meg tudták oldani, de egyébként, hogy személy leírás nagyon nem, mondjuk nem is tudsz adni, mert volt rajta bukósisak, de most ezt is kibogarázták, hogy volt egy kamera, tehát valószínűleg előbb-utóbb a neten is fel bukkan majd a videó. Hát nem tudom, meg lesz ez az ember, szerintetek? Nem valószínű, mi? Hát szerintem megtalálják, azért ezt most nagy erőkkel keresik, igen. Szerintem előbb-utóbb meg lesz. Elég profinak tűnik ahhoz, hogy eltűnjön, én azon gondolkodtam, nem a rendőrség, hogy? A nyomozók munkáját akartam ezzel így leszólni, csak én nekem úgy tűnik, hogy ilyen profi robbantó szerkezetet rakott össze, profin ki volt találva az akció, tehát hogy eléggé összeállós a kép. Rákészült erre a sztorira, hogy elég rendesen. Na, hát majd látjuk. Arról tudunk egyébként, hogy ez a motor széria motor volt-e? Hát, hogy... Igen. Széria motor igen, volt. Azt mondták, hogy egy ilyen is ilyen típusú. Valami enduro, nem? Vagy KTM, vagy igen, volt, nem tudom. Igen, valami sima egyszerű. A rendszám lepattant. Nyilvánvalóan elvesztette túrázást. Hát, ha még mondjuk valami szakmabeli vagy hozzáértő ember, aki foglalkozik mondjuk ilyen cross motorozással, esetleg kiszúrta volna azt, hogy ez nem széria motor, meg ugye ez a GoPro is egy picit arra utal, mintha lehet, hogy esetleg egy motorozgat itt ott, ahol fel is veszi, stb. Hát, ha ez is egy vonal lehet. Nem tudom, nem akarok tippeket adni, nem értek de hozzá. De a fejé ment oda? Igen, úgy ment oda, hogy a sisakra föl volt szerelve ide oldalra. A családi archívumban. Profi kamera. Robbantásaim. 2014. Nem, mintha nem lenne róla fotó az újságban. Nem? Még videó az nem volt. Csak fotó. Igen. Hát a biztonsági kamera képeket kimásolták, de hát az nem egy jó minőségű, meg este is volt, hogy ennyi. Még nem is akarták, hogy más megtalálja előttük, és ezért egy rossz minőségű képet. Lehet, hogy ez volt tegnap. Tegnap lejárt az ingyenes fölvétes történet, nem tudom, hallgatóink közül kifáradt be a bankba regisztrálni,
a 150. Jó lenne, valaki elmondaná nekem, hogy ez miről szól. Most arról szól, hogy tegnapig lehetett első körben, de be kellett menned a bankfiókodba, és hogyha több bankkártyád is van, vagy mondjuk több számlád, akkor ki kellett választani minden számlához egy bankkártyát, amelyben 150 ezer forintos limitig havi kétszer vehetsz, tehát mondjuk kétszer 75 ezer forintot vehetsz fel. Precíz vagy, és így fontos, van, költségmentesen. Van. És utána mennyi? Hát, na, ezt nem tudom. Engem az érdekelne. Na, utána most már kicsit pontatlan. Na, te összeállásítál azért, hogy átdobjam a labdát. Tehát költségmentesen. Utána a felvett összeg valahány százaléka, vagy mindig egy fix összeg? Vagy, azért nem tudok erre válaszolni, mert én első körben rögtön jeleztem. Persze, hát az ember ne legyen saját maga ellensége. Nekem az a kétszeri ingyeni felvét az jól jön. Úgyhogy én azt rögtön meg is csináltatom, ahogy jelezte a bank. Hogy van egy ilyen lehetőség. Így van, tehát aki most nem az elbukta, de állítólag márciusban lesz majd még egy esély, még egy lehetőség. Azt kellene tudni, hogy mennyi. Mert most tranzakciónként 150 forint, és leveszek háromszor, azért nem fogok sormálni. És ha mondjuk tranzakciónként mondjuk 1500 forint, vagy 2000, ha leveszem mondjuk 50-et. De hozzád nem megy ki a bank ilyenkor. Tessék, nem megy ki hozzád. Kitelepültek tegnap, csak eltöttem, hogy rossz faszba voltam. Van ott a sarokban, ott a kert végében egy fiók. De most amikor bementél intézni, nem kérdezted meg, hogy én nem mentem be intézni. Vagy a privát bank előtt intéztem? Interneten keresztül, illetve hát jeleztem nekik egy... És nem mondták, hogy mennyi? Formájába. Nem. Mert azért... az lenne az érdekes, hogy mennyibe kerül, 150 forint, én tényleg nem vagyok hajlandó megmozdulni. Nagyon sokan nem használnak. Forint, hát legyünk őszinték, szóval na, nagyon sokan nem használnak még a bankkártyát az országban, még mindig ugye arról szól történet, hogy az emberek elsősorban készpénzt használnak, és rengetegen csinálják azt, hogy a havi fizetésüket egy-egyben leemelik hónap elején a bankkártyát. Na, nekik nem mindegy. Ha már így használják a bankkártyát, nekik aztán végképp nem mindegy, hogy az egész fizetésüket ugye leveszik róla, ott már, hogyha nézzük, hogy mennyi lenne százalék, ott már valószínűleg egy nagyobb összeg. Tehát ezt mindenképpen érdemes volt megcsinálni, de ahogy a Feri is mondta, mert ezek később még lesz majd lehetőség. Az, amit nem értek egyébként, most valaki el tudja nekem magyarázni, hogy miért? Hogy józan paraszt észre, mi van? Kitalálsz valamit, kitalálod azt, hogy ebből ennyi százalékot gyerek mától be kell fizetni. Adsz egy határidőt, ez volt a 20-a, tegnap lejárt. Igen. Ugye? Igen. Most már akik nem regisztráltak erre a sztorira, azok fizetgetnek szépen, aki regisztrált, az kétszer nem fizet. Most márciusban meg azt mondjuk, hogy örülök meg. Igen. Tök jó. Tehát tök jó, mert aki elfelejtette, de azt mondod, hogy ja, és márciusban majd még egyszer. Igen. Hát ez arról szól tulajdonképpen, hogy ugye itt arra bazíroznak azért nyilván, hogy egy csomó ember nem megy be. Aha. Tehát ez olyan, hogy tudod, én megadom neked a lehetőséget, hogy gyere el az esküvőmre, de én azt mondom, hogy az esküvőm Vegasba lesz. Nehéz ügy. És nem fizeted, ugye? Old meg. Jól érzem, hogy de én elhívtalak. Ha nem jössz el a februári esküvőmre, akkor lesz még egy pótesküvő márciusban, az viszont Bora Borán. Aha. Gyere el. Aha. Értem. Meghívtalak. Érted? És egy csomó nyilván nem mennek be, mert a napi feladatok, a család, a problém, egyszerűen nem él a tudatodban. Tehát a lehetőség nyitva van, a kapu megvan, viszont hát valószínűleg mész be. Nem? Aha. És aztán ebből ugye hát nyilván bevétel van. Ja. Én ezt csak így tudom értelmezni. Az biztos egyébként, hogy akinek lehetősége volt, vagy majd jövőben lehetőség lesz arra, hogy internetes felületen keresztül intézze, ezt a dolgot az inkább tegye meg ott, mint hogy bemenjen és aztán sorba álljon, és akkor. Mert egyébként az interneten pikpak meg lehet oldani. Így van. Netbankon is el lehet intézni, két perc, írja Zolika, hogy te is írtad, igen, tehát akkor már be se kell menni. És minden hónap 20-áig lehet jelezni. De mit lehet jelezni? Vagy a következő hónapban? Nem, ezt egyszer kell csak jelezni. Én is úgy tudom, hogy lejárt a határidő. Igen. Így van, igen. Így van, tehát nem kell minden hónapban, hogy a következő hónapban itt szeretnék kétszer ingyen fölvenni pénzt. Nem ezt egyszer jelzed, és akkor úgy van. Na. Az adott számla. Azt írja meg valaki, hogy mennyi. Jó. Hány ezrelék. Tehát, hogyha nem regisztráltál, akkor mennyit fizetsz. Összegfüggő, vagy lesz ennek egy általány díja. De ezt nem hiszem, mert nyilván ezt összegtől teszik függővé. Leveszel 1000 forintot, meg leveszel mondjuk 400 ezeret, akkor nem lehet ugyanannyi. Ja. Tehát ez gondolom az összeg valahány ezreléke lehet. Aha, aha. Nem úgy van, hogy ez bankonként változik? Én nem tudom, mert én hülye vagyok, vagy hűséges típus, hát ez nézőpont kérdés, én ugyanazoknál vagyok is már is, hosszú. Én megadom, is igen, is. Ja, kösz, igen, én is azt gondolom, vegyük ezt. De nem úgy van, hogy bankonként változik? Ez de a tranzakciós díj? Ezt, hát én ezt nem, én ezeket megmondom őszintén, nem követem, nem tudom. De hát most azért nem értem ezt az egészet, mert azt nem jó, hogy bankkártyával fizetünk? Hát az sokkal jobban tisztázza a helyzetet, mint a készpénzzel fizetnénk. Na most, ha ezt szankcionálják, akkor megint mindenki leveszi a KP-t, megint mindenki KP-val fizet mindenkinek.
amíg ugye tulajdonképpen a bankos fizetéseken keresztül láthatja az állam is, hogy mennyit költök, hova utalok, mit csinálok, sokkal jobban visszaellenőrizhető, akár egy KFT, egy cég, egy magánszemély, egy vállalkozás, bármi, nem? A fekete gazdaság visszaszorítása miatt hozták igen. ezt, például ugye a fizukat is oda utalják. Igen, na most ha nekem, én megint nem tudok levenni készpénzt, akkor én megint nem használom a kártyámat, leveszek egy nagy összeget, aztán teszem mindenki zsebébe. Nem? Ahelyett, hogy mondjuk kártyával fizetgetnék, vagy kártyáról szednék le pénzt. Nem értem ezeket teljesen, de hát nyilván vannak okosabb emberek, akik ezt értik. Pénzügyi vonalon? Pénzügyi vonalon. Nem mondom. Úgyhogy... És kevésbé okosak. Igen, okosak és kevésbé okosak. Nem. Minden hónapban lehet kérni annak, aki nem kérte. Aki már kérte, annak nem kell kérni. Hát egy gyerekek, így, ha... akkor nincs határidő. Érted? Tehát ez a logikai csavar van a leírtakban. Ha minden hónap 20-áig kérheted, akkor 20-ától 1-ig nem kérhetem, de 1-től megint kérhetem. Tehát akkor nincs lezárva az ügy. Akkor bármikor bemehetek. Igen. Én most csendben maradok, mert nem tenkem, mert nekem fogalmam nincs. Így legyen így, mert akkor ugye aki most nem regisztrált, az 1-től megint meg tudja oldani, legyen így, csak ezt így nem nagyon értem. Én azért nem tudok több információt mondani a dologról, mert ha felszálltam egy vonatra, akkor már annyira nem zavar, hogy mások nem szálltak föl. Tehát, hogy ezt el kellett volna intézni elsőkor, az embernek tényleg ne legyen saját maga ellensége. Ha két alkalommal nem vesznek le rólam sápot, akkor én örülök neki és megcsinálom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Időről időre felbukka mind a két nagy kereskedelmi csatornán egy-egy ilyen pénzügyi szakértő, csak arról jut eszembe, amit a Jani mondott, hogy ne legyél saját magad ellensége, és leül egy-egy családhoz, ahol mindenki azt gondolja, hogy marhára takarékoskodik. Igen. Sose láttam ilyen műsor, de olyan kíváncsi, hogy mit tud mondani. De figyelj, tudod miket? Hát olyanokat mond, hogy nem hiszed el. Komolyan? Hogy ha a bankkártyádat te így használod, akkor az havi 3000 a megtakarítás. Ha egyébként a fűtésre nem ízét közös beszedést használsz, hanem mit tudom én mit, akkor az újabb 3, és kiderül, hogy ilyen 20-30 ezer forintokat. Nem, 20-30 ezer forintokat dob ki egy átlag magyar család úgy, ami kis odafigyeléssel tökre megoldható. Okosakat lenne. Mond egyébként. És nagyon okosakat, így van. Vagy csak például a múltkor volt olyan, hogy a bevásárlásnál, hogyha listával mész, ha nem mész listával, hogy így megveszed a fölösleges dolgot, úgy nem veszed meg. Zseniális, komolyan mondom, zseniális. Tehát szerintem egy ilyen egy átlag magyar családban, ahol van itt 200 ezer forint, azért ott marhára nem mindegy, hogy 20-ast kidobsz, vagy nem dobsz ki. Sőt, hát 20 ezer forint. Hát már sok, nyilván persze. És ilyen apróságokon. Hogy néhány havonta érdemes ezeket a dolgokat így újra felülvizsgálni, mert hogy például, hogyha mit tudom én, oké, telefon, internet, televízió, csomag összevonása, stb., vagy esetleg néhány hónap leforgás alatt kijön egy másik csomag, amire átnyergelhetsz akkor, hogyha mondjuk nincsen ilyen, hogy hívják ott, nincsen, hogy szokták ezt mondani, amikor lekötöd magadat hűségnyilatkozatot nem kötöttél velük, akkor adott esetben át tudsz nyergelni egy bizonyos stb. Tehát, hogy ezeknek érdemes utána nézni, mert azért elég csúnyán ráfizet. Az ember ezt nem szokták külön-külön jelezni, hogy jaj, jó napot kívánok, a maga csomagja már nagyon régóta elavult, és egyébként már 3000 forinttal olcsóban is megkaphatná ugyanezt a szolgáltatást, de... És egyébként hát persze nem szólnak, nyilvánvaló, és te magad észre se veszed ezeket a dolgokat. És tud mondani, ennyi összeget talált, tényleg? Simán, mondom, egy átlag magyar háztartásnál egy 20-as a csávó havonta azt mondta, hogy nem jó az önöknek, ha bennmaradt 20 ezer, mert az egy évben 240, tehát pont még egy havi pénzt tetszene kidobni. 10 éven 2 millió, 400 éven 24 millió, 1000 év alatt 240 millió spórol. Azért az... Millió most lenne minden. 1000 év alatt megspórol neked 240 millió. Így van. Hát azért az gyerekek. Hát, nem hát azért már érdemes hát, odafigyelni. Nem. Hát az mennyi? Az ma majdnem 1 millió dollárt megspórol neked 1000 év alatt. Igen, és ha 2000 évig spórolsz, az majdnem 2 millió dollárt. Mondjuk egy föltörténeti korban gondolkodunk akkor. 6 millió év alatt pedig 7 milliárd űrdollár. Na mi van a tenisszel? Micsoda mi van? Hát csoda történt tegnap. Szegény Tsonga elvérzett ezzel a Koklerrel szemben. Aha. Mi van? Ja igen, hát egy nagyon izé volt, nagyon szoros kiki mérkőzést. Vasikának. Úgy verte el állítólag, hogy nem láttam a mérkőzést. Nagyon hülye vagyok, hogy nem tettem meg egy sima 3-0. Egy csodálkozom, de mert még mondtad is. Én nem vacakolok papukám. Aj, de gyönyörű. Az még vissza apához. Milyen jó kis játékpénz. 20-acska kis játékpénz. Mindenki ezzel cseszegetett. Egész nap bennem kellett egy csomó helyre. Bárhova beléptem,
a mára meccs közben, voltak, akik nézték a televíziót közben, és na mi van? Mondom, na? Mi az, hogy mi van? Nem érdekel a meccs, hagyjál! Még megfordíthatja, nem honnan az öltözőből. Igen, onnan is. Ő onnan, Tonga onnan is meg. Hát így fordítani. Alakult ez van. Gyerekek, tegnap Roger érinthetetlen volt, én végignéztem a meccset, az jó utolsó volt. Két gémet nem láttam. Hát ha így játszik, akkor még a Murray-t is meg tudja szorongatni. Nem tudom, mit csinált vele az Edberg, de hogy ilyen olyan első adogatásai voltak, meg olyan volt a fonáki, hogy egyszerűen támadhatatlan vagy volt. Vagy rácsörögtél, hogy feleztek? Ne, ezt behúzza. Igen. Meg kellett volna tennem egy komolyabb tétet, de majd lehet, hogy Murray ellen fogadok. Nagyon jól játszott. A Tonga is, Tonga sem volt jó, tehát alul mondta önmagát, ennél már láttam jobb Tongát. De Roger érinthetetlen volt. Egyszer én láttam egy jó cangát. Egy jó cangát. Egy olyan cangát láttál te, hogy... szóval átgázolt Murray-n. Ma 9-kor Gyoko Wawrinka, játszik a haverot, csak mondom. Djokovic. És holnap pedig Murray Federer. Azért az se lesz rossz. Az se lesz rossz. Andy Murray meg a Federer. Húzós lesz. És utána még ott a Nadal neki. Ha Nadal nem szerintem kap ki. Szerintem a Murray megveri most a Federer. Meg nem szakad el a fűzője. Tessék? Szerintem a Murray megveri a Federert most. Én most ráülök erre a 20 játékpénzre, én most egy kicsit nem fogadok. Nagyon bízom a Rozséban, most hangzott el a mondat. Jó, Murray ellen már nem annyira. Nagyon bízom, úgy el fogja verni a Murray Murrayt, hogy csak öröm lesz nézni. Feldobom, azt erre semmi. Örülj a béke kölcsönnek, úgyis valamikor vissza fogod adni majd. Igen, a döntő szerintem úgyis egy Nadal Gyoko, úgyhogy arra majd akkor ott megtehetjük tétjeinket. Tehát én ott, ott Nadalra belevezek, bár nem meggyőző a Nadal játéka most nekem az Ausztrál Open-en annyira. Ez a kis Nishikori is azért megizasztotta, meg vérzik a keze, fáj, lába, szóval nem edzeleget. Nem edzeleget, elpult a tenyere is, tegnap fel is szakadt neki szegénynek. Igen. Cipőfűzője is elszakadt. Hát ott azért vannak gondok. Én úgy érzem. Viszont a kis Anna Ivanovicsod az ment a levesbe. Ki volt az a szemét? Valami Niemand. Egy senki? Hát figyelj, eljutott idáig, bár igazából tegnap a Murray ellenfele is senki volt, aki csak úgy elvergődött valahogy idáig. De nyilván mondjuk egy Grand Slam ennyi fordulót venni, az már kell, meg se tudtam jegyezni a nevét. Figyelj, én megmondom neked őszintén, a büdös életben nem hallottam róla. Bosárda a lánynak a neve. Hova valós? Fingom nincs, hogy ki ő. Hova valósi? Támadjuk miért meg oda azt mész? Az országot. Megdobálod a redőnyüket? Bosárd. Megtámadjuk az országot. 7-5-7-2-6 verte a kis Anna Ivanovicsot, viszont a Náli átgázolt a Penettán, úgyhogy... Hát ez... Rá is keresek egy Anna képre, mert ezt földob idre. Egy Anna Ivanovicsa? Helyes csaj egyébként, nézd meg. Ivanovics. Na hát nem egy Kuznyecova, szóval, hogy... Nem, igen, vagy nem egy Martina Navratilova. Na ezek is fontos dolgok, de hát sajnos nem jutottunk elődöntőbe a kézilabdásaink. Hát ez várható. Sajnos egy Dánia ellen egy 28-24-es kis eredménye nem egy maradtak. Csoport. Igen, hát a papírformán alapvetően ugye nem a magyar válogatottnak kedvezett, hősiesek voltak, kemények voltak, küzdöttek, harcoltak, de hát ez a dánok ellen kevés volt. Úgyhogy most egyelőre van egy negyedik helyünk, ma meg, illetve nem a következő meccsen akarok hülyeséget mondani, Ausztria ellen játszunk, majd ami nyilván könnyebb lesz, hiszen ők még pontot se szereztek. Ez mi most? Kézi? Kézilabda. Kézilabda mi? VB. VB? EB. Ugye? EB. EB. Aha, és ott hányadikok leszünk majd, ha leszünk? Hát most négy. Hát most nem tudjuk még. Még, de... Olyan jó sportág, meg olyan, de valahogy annyira nem köt le, hogy nem tudom miért nem. Pedig látványos, meg mozgalmas, igen, meg jó, de gyors. Hogy nem bírok, egy fél időt nem bírok belőle végignézni. De akkor még odaérhetünk Dobcsira, vagy már Dobcsira nem? Nem, negyedik a legjobb, ugye? Aha. Így a legjobb. Jó az. Negyedik nem, hiszen nem jutottunk elő döntőbe. Ja, azért ötödik. Vagy hat. Jó, a negyedik? Ez nem fontos, semmi, nem? De az nem lehet, ugye? Tehát öt se rossz egyébként. Jó, eddig szépen játszottak, azt kell nézni. Örömet szereztek a szurkolóknak. Na jó van, hogy állunk játékkal? Egy nullra vezetünk. Egy nullra elhúztunk? Igen, és hát még két játékod van a héten, mert csütörtök pénteken nem leszel, és azzal arcoskodtál, hogy végigvered a félvilágot szerdáig. Nem is mondtam ilyet. De megvan egyébként, annál biztatjuk. De hagyjad, onnan nem kell kivenni, de egyébként tényleg ezt mondta. Ugye ki az, aki emlékszik még rá, hogy ő akar játszani. Köszönöm, mehetünk. Ha is tergős régi bizonyíték, az se baj. Ha ilyen felvételt találtak, akkor 10-10 játékpénzen kiosztásra kerül. Én ilyet nem mondtam. Gyerekek, én csak megadtam az alaphangot, de én ma pihennék, én megpihennék. Jó, tehát, jó. Azért, Anna, nézz utána. Ha van ilyen, akkor egy régebbiből is jó. Egy régi felvétel is jó lesz. A bakeliten van, az sem baj. Na nézzünk egy-két SMS-t, hogy milyen helyzet. Itt most már nagyon sok jön a készpénz felvételre. De a legtöbben azt írják, hogy tulajdonképpen minden banknál más.
De nem megyek bele, mert nagyon bonyolult. A 780 forint van, aki nem ezrelék, százalék, kártyás vásárlás ingyenes. Például 100 000 forintnál az OTP 1270 forintot vesz le. Azért ez nem kevés, igen. És azt írják, hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen egy hónapos csúszás van folyamatosan, tehát aki most 20-áig jelzett, az majd februártól vett fel, aki azután megy, az majd márciustól, aki meg azután, az meg áprilistól. Tehát, hogy igazából tehát mindenkinek lehetőség lesz majd ezt megcsináltatni, vagy jelezni a bankja felé, hogy melyik kártyáról szeretné ezt az ingyenes készpénzfeltételt kétszer abszolválni havonta, de hogy egyszerűen csak csúszás van. Uh-huh. Tehát mindenkinek lesz rá lehetőség. Nem hármas, a 121-es kilométernél nagyköd van, ezt Pisti küldte nekünk. M0-ás 10-es kilométer Győr felé kamion a leállósávban. Béla papa írta, és M5 102-es kilométernél Szeged felé vezető oldalon áll egy autó a leállósávban a forgalommal szembe. Dani írta nekünk. Valamint van egy trafi szintén az M5-ösön, ez a 81-es kilométernél Szeged felé. Köszönjük szépen. Ez még, hát fenn se tudja, ez fél hatkor jött, de lehet, hogy azóta még ott van. Fél hatkor már kiálltak mérni? Na milyen szemtelenek ezek a kis zsenyek? Lehet, hogy le se feküdtek. Most álltak egész éjszaka. Hát frissek, fiatalosak, érted. Lehet, hogy nagyon bekóláztak az eset. Úgy a fáját. Na jó, van, nézzük meg akkor, hogy ki lesz a játék. Jó, már hogy ki lesz a játékos, lehet jelentkezni SMS-ben nyugodtan csajoknak is, mert ők ritkában szoktak, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Na mi? Na sok gond. Mi ez? Sem azért, mert egy szignálosat raktam ja. be oda, ahova nem szignálos kell. Nekem ez is bejön egyébként. Ez a csend, hogy áll Berlin, gyerekek? Hogy áll Berlin? Sehogy nem áll. Jó van, nem is érdekel. Az úgy? Nem, Berlin Ferrer nem. Egyiket sem szeretem nagyon, már mint a meccset. Na, szóval, hogy 1-0 ide, ugye? Jelen pillanatban így állunk. És van egy játékosunk, aki már itt is van, nagyon elszánt, ráadásul lány, aminek örülünk, mert lányok ritkábban játszanak, úgyhogy megnézzük, hogy ki ő. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Jó reggelt kívánok, Borbála vagyok, Tihanyból. Hello! Szerbusztak! Lehet csak Bori vagy, ragaszkodunk ez a Borbálához? Nem, Bori jó. Uh-huh. Na, azt írtad, hogy fél sziget nem fél ész, be is bizonyítom. Igen, azt szokták mondani ránk, hogyha valamit nem jól csinálunk, vagy nem jól mondunk, igen? Úgyhogy szeretném a becsületünket vissza hozni. Melyik részén laksz Tihanynak? Ott fönn a hegyen, a tetőn? Nem, azok ott inkább nyaralok. Én az Ófaluba lakom, úgyhogy... Ó, de jó az, a gyönyörű hely az, akárhogy is nézzük. Igen, még a nagyapám, ükapám, dédapám, mindenki itt lakott. Úgyhogy törzsgyökeres vagyok. És ilyenkor mit lehet ott csinálni? Jaj, hát rengeteg mindent. Rengeteg mindent. Gyönyörű, gyönyörű szép az egész táj. Túrák vannak most, Tihany túra lesz, a Janinak mondom, február 1-én, gyönyörű szép tájakon, olyan részeken, ahol a turisták nem is igazán járnak. Mert ugye eljönnek Tihanyba, megnézik az apátságot, aztán hazamennek. Ó, pedig gyönyörű helyek vannak, ott a belső tó és környéke, az is egy elképesztő. Így van, az Aranyház, a Csúcshegy, Hármashegy, Sajkódi rész, Gödrös. Úgyhogy Janit szeretettel várjuk 2 hét most, múlva. Most oda megyek, és a kapuban várják. Jó, szabadon foglak, ha nem jössz, igen? Nem, ezt most még mondhatod. Kivel szeretné játszani, Bori? Én a Ferivel szeretnék játszani. Ferivel. Bori, hát ez... Jó van, indítjuk jó az órát akkor, jó, Bori? Nagyon figyeljél, mert ja. Feri, rafkós gyerek ám a Feri. Hát megpróbálok újjárni az eszét. De kivel vagy, de tényleg. De ravasz gyerek ám. Rafkós új kígyósi betyár, ez a srác. Ilyen vidékiek, ilyenek vagyunk, na de a Balaton környékiek se rosszak. Jani? Igen. 3-2-1 fire! Örültél neki, Bori, hogy 5-0-ra elpopsiztunk benneteket a múlt héten? Hát elég szomorú voltam, megmondom neked őszintén. Aha. Viszont Annának említettem, hogy én szakács a szakmám. Jó ide, jó. És csinálod is? Hát sajnos
itt kevés télen a munkalehetőség ebben a szakmában. De nyáron tudsz dolgozni. Amiben most vagyok, természetesen ugyanis vállalkozó lettem, kényszervállalkozó, de nagyon-nagyon szeretem ezt is. Viszont szeretnék tőled valamit kérdezni. Kérdezzem. Hallottál-e már a Tihanyi Garda Fesztiválról? Természetesen. Jó volt az idén? Jó volt az idén? Hú, rengetegen voltak, mindig nagyon nagy sikere van. Hány gardát tettél? Négyet? Az az igazság, hogy kevésbé szeretem a halat, Tihanyi létemre. Uh-huh. Drága jó nagyapám is halász volt, és ő sem kedvelte. Egyszer egy nap megette. Nagyon jó volt, Bori! Jaj, lehet az egyszer. Pedig még annyit szerettem volna a fejüvel beszélni. Igen, ömlött belőled a szó. Igen, ügyesen. A férjem is ezt szokta mondani. Igen, hát azt mondjuk megértem, hogy azért napi 24-ben ez sok, de én az egy percet nagyon élveztem. Jó volt. Igen, az utolsó 5 másodpercben még pánik szerint jeleztem a férjének, hogy halász volt. Halász volt? Igen. Pedig szerettem volna megkérdezni felitől, hogy tudja, hogy készítik az igazi gardát. Az igazi gardát kérlek szépen a szőlőnek a tőkéjét, amit ugye kivágnak, meg levágnak. Nem tőke, vesző. Vagy a veszőjét, azon sütik meg. Nyársra. És milyen nyársra húzzák rá? Hát kérlek szépen fanyársra. Bodza veszőnyel. Nem, orgona. Én úgy tudom, hogy orgona. Az orgona is fa. Ja, hát igen. Igen, és utána, ha megsül... Akkor megeszik, drágám. Nem. Akkor bele kell tenni egy fokhagymás zsírpapíros pokrócba bele gyöngyölni, és visszapuhul a saját gőzétől, és utána nagyon lehet enni. Ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják. Hát, keveset csinálunk gardát idehoz. Így a negyediken akartam szőlőveszőt égetni, hogy gardát süssek fölötte, de nem engedték. Se vagy már régi. Nem vagy már. Akkor szeretettel várunk téged is most. Azt hiszem novemberben lesz, de pontos dátumot nem tudok. Jó van, nagyon jól játszottál, nagyon ügyi vagy. Na, köszönöm szépen, nagyszerű. Tényleg, Bori, azt kell, hogy mondjuk, hogy jó játékos vagy. Én féltem ettől a nagy lendülettől, hogy itt saját magadat bajba kevered, de nem, nagyon-nagyon ügyesen játszottál. Úgyhogy egy gyönyörű szép ajándékcsomagot dobunk neked át oda a Tihanyi-félsziget másik oldalára. Jaj, köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk itt Tihanyba. Télen is gyönyörű, higgyétek el, gyönyörű, nyugodt, csendes, itt is van mit csinálni. Aki tényleg pihenni akar, az csak jöjjön ide nyugodtan. Figyelj, Bori, viszont van egy olyan hír, hogy én nem hallottam, de egy kritikus tömeg felett érkeznek már a bejövő SMS-ek, hogy kimondtad az igen. De nem hiszik el, mi visszahallgattatjuk a mi sólyom szemünkkel, mert a hallgatók sokszor vagy félrehallják, vagy szeretnék félrehallani, és akkor hírek után mondjuk az eredményt. Biztos, ha kimondtad, a déli partról jöttek. Igen, a déli partról jöttek, de nem csak én inkább Füredről, mert ők árokásos fágyus Tihanyinak hívnak minket. Ennek is van egy története, igen? Én szerintem nem mondtad ki. Hát, ha kimondtam, akkor is örülök, hogy játszhattam. Igen, köszönöm szépen. Hogy azt mondtad, hogy természetesen igen. Aha. Elhangzott egy ilyen, de visszahallgatjuk, Bori, jó? A sólyom szemünk már felcsillanó szemeken rácsapott az archívra, úgyhogy meg... Ha nagyon sokan írják, akkor elő szokott fordulni, de megnézzük. Megnézzük, Bori, meghallgatjuk, jó? De nekem úgy is tetszett, ahogy játszott. Jól van. Jó, köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk. Mi is örülünk. Szia, Borin. Szia. Igen, nézem a monitort, mindig is van az a típusú tömeg, tudod, az a kritikus tömeg, amikor már jön, de lehet, hogy aztán itt valamit félre hallottatok. Jó, úgyhogy meghallgatjuk, ha kimondta, azt bejátszuk, hogy nehogy úgy vegyük el Boritól, hogy ezt nem tudjuk igazolni. Úgyhogy azt alátámasztjuk majd egy hangfelvétele, ha nem mondta ki, akkor nincs nagyon mit bejátszani. De akkor... minden egyes jövőbeli játékosnak példaértékű volt, Bori. Nagyon. Itt nem volt passzivitás. Itt nem volt lendület. Igaz, hogy hatszor kimondta, de olyan lendületes volt, mint az atom. Meghallgatjuk, visszahallgatjuk. Jó, 3 perc van, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk így. 7 óra, amúgy 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello hallgatók, hello mindenkinek, jó reggel. Ennek a szignálnak nincs a végén sikítozás. De egy kicsi van. Lecsípted? Nem volt. Nem én csípek, a Viktor csíp. Basszus, annyira hozzászoktam, annyira szeretem, annyira spanol. Az éneklősnek van. Az éneklős, az sikítós, ez nem annyira. De kérek rá majd, mert az jobb a sikítós. Igaz? Igen. Majd én rásikítok neked a következő órában, jó? Ne, mert akkor... Még. Az a kitelepülésről. Szinte ott vagyok a földeken. Igen, az a kitelepülésről van. Egy ilyen sikítozós... ilyen morning show-s, kiabálós valamelyik kitelepülésről.
Na, ami a játékot illeti, visszahallgatta Sólyom, szerintem nem mondta ki, Bori, egyáltalán szó nem volt, még csak közelébe se került, úgyhogy az a néhány hallgató, az gondolkozzon el azon, hogy miért írta, hogy kimondta. Mi átadik le benne ilyenkor? Mószerolós, így hallgatok, mi? Ugye? A sok ír így magyar. Mi egyből nyer valaki egy ajándékcsomagot, aztán már mi is megvádoljuk, hogy kimondta. Nem mondta ki, mi örülnénk, és bejátszanánk, mert akkor 2-0 lenne. Viszont Bori azért is hős, mert hogy 6 elvérzett nap után szerezte meg, ugye? Te 5-0 nyertünk a múlt héten, tegnap én hoztam, tehát 6 kikapott nap után kezdte el a hallgatóság renoméját helyreállítani, gyerekek. Úgyhogy 6 elvesztett nap után hozott egy pontot, és ezzel egy-egyre egyenlített. Úgyhogy ez még melegedik ez a helyzet, még azért nem vagyunk meg. Ne is mondd. Még nem vagyunk meg. Úgyhogy visszahallgattuk, Bori nem mondta ki a nemet. Ja, a többiek meg sapkairigyek. Igen. Meg is értem őket. Igen. De aztán még van, aki azt írta, hogy passzív volt, hát az meg aztán a legaljasabb. Igen. Mindent lehet rámondani, csak azt nem, hogy passzív volt, mert végig beszélt igazából. Úgyhogy egy-egy jelen pillanatban, holnap minden kezdődik előről. Nem volt ilyen, hogy természetesen igen, ezt nem mondta. Az, hogy Hüvösvölgy úton az IBS után, Hüvösvölgy felé két autó csúnyán összetört, az egyik elfoglalja az utat. Hatóság nincs, üdv Zsolt. Az IBS után. Azt gondolom az International Business School. Igen. És ezt is tudja. És 48-5 perccel. És ilyen penge az agya. Legalábbis régen ott volt. Egyszerűen. Régen ott volt. Én ott még voltam ilyen próbanapom. Mármint velem próbálták ki az oktatást. Igen, kísérleteztek. Nem, volt egy nyílt nap, és akkor elmentünk oda, hogy megnézzük, hogy akarunk oda menni, de aztán nem akartunk, mikor megláttuk, hogy mennyibe kerül egy fél év, akkor mondtam, hogy nem akarok ide menni. Még régen gimnázium után. Na jó, de mit kapsz érte? Na, hát. Érted, a kokóval együtt ülhettél volna. Nem tudja, hogy mit kap érte, hiszen nem igazság. Ja, tényleg. Mik a kokó is lett volna, ennyi pénzben azért még kokó is. Még azért belefér. A rohadt életben egymillió egy szemeszter, vagy egy másfél-kettő. Nem is tudom, hogy gondoltam, a gimnáziumból kiesve csupasz fenék, hogy én ilyen iskolában megyek. Úgy de szép, 1 millió. Köszönjük, viszont látásra. De kertészt keresünk. Köszönjük, csokolom. Megtetszik tudom mondani, hol áll meg az 56-os villamos, hogy föl tudjunk szállni, mert vissza tudunk jutni a Moszkvára. Enni egy hambit. Csokolom. Tehát körülbelül ez zajlott gimi után, igen. M5 Szerbia felé a 103-as kilométernél baleset, törlőn torlódás egyelőre nincs, ezt Szőke Cigány küldte nekünk. Na, hát ez imádom az ilyen neveket. A Bece nevek a legjobbak egyébként, és ezt így aláírja, és így vállalja ebben a formában. Mit játszott tegnap Federer? Ezt nem én kérdezem, teniszt. Tényleg, egy hallgató. Teniszt, így van, köszönjük János, és rossz a fülünk, hallgassuk meg még egyszer, írja valaki, aki nem tud abba belenyugodni, hogy nem mondta ki. Most tényleg csak azért nem játsszuk le azt az egy percet, mert unalmas lenne még egyszer, de higgyetek el, hogy nem mondta ki. Nem mondta ki. Na most amellett, hogy nincs igaza, nekem szimpatikus az elszántsága. Igen, elképesztő. Annak, aki megírja, hogy de ki mondta. De akkor mi fáj, hogy ajándékcsomagot kap, vagy hogy mi nem vesszük észre, és nem is a tény fáj, hogy ajándékcsomagot kap, hanem hogy itt ül 3 ember, aki valamit nem akar észrevenni. Tehát mi tud ilyenkor konkrét fizikai fájdalmat okozni egy másik magyar embernek, aki elől vagy ő játszott volna, és elhapolták előle? Nem, hogy el akarjuk csalni a játékot a hallgatók irányába. Érted? De hát mi mindig magunk felé csalunk, ha csalunk, hát miért csalnánk a hallgatók? Most érted, ha az lenne, hogy Feri nem mondta ki, értsétek meg, és kardoskodnánk, hogy nem mondta ki, akkor az sántítana. De most így hallgató mellett nem állunk ki, mert mi nyerni akarunk. Igen. Feri volt a passzív dupla ajándékcsomag. Jó. Igen. Igen, biztos azok írták, hogy kimondta, akik a múlt héten elvesztették a játékot, ezt vagy akik utálják a gardát. Igen. Na visszatérve, komolyan Federert kérdezte, valaki 3 szedben leverte Tsongát. Le. Már le is. Csak mondom. Adóztam a megfelelő helyre. Megérkezett. Jó, hát a múltból kiindulva igazából csak arról van szó, hogy fogalmazunk úgy, hogy Balázsnál tartod. Igen, nálam fiatal, egy kicsit arra gondolja, hogy jön be a Polgár Peti, hozzájárultál egy kis készpénzes szegel Polgár Peti, tovább kell adnom neki. Igen. Tegnap is itt volt, mit akar? Tegnap hazazavartam, elfelejtettem. Igen, nem hozott Peti, magam. Nagyon jó, hogy itt voltál, köszönöm szépen, nincs rám semmi, léces, menj haza, holnap gyere, hiszen elfelejtettem. Szegé. Kérd már tőle kölcsön egy 20-as, és akkor most se tudja odaadni. Szia Peti, hát sajnos mesélmesen, Jani kérte. Igen. De egy kávét csináltunk neki, úgyhogy nem jött be hiába. Meleg is volt. Igen, jó társaságban volt. Persze, ennyi. Na, egy kutatás összeszedte, hogy melyik a leghízlalóbb szakmák.
És ugyanez egy amerikai kutatás, de megnézhetnénk, hogy Magyarországon egyébként kik a legkövérebbek. Hogy írjanak azok, akik túlsúlyosok, hogy mit csinálnak, és hogy mennyit hisztak az ott tartózkodás alatt, amíg azt a munkát végezték, vagy amíg azon a munkahelyen dolgoztak. Mert hogy az amerikaiak szerint megnézték, hogy mennyit cigarettáznak, hány szálat szívnak, mennyit esznek, és az eredmény azt mutatja, hogy a kamionsofőrök a legkövérebbek. Oh. Hát, ott érthető. Oh. Kamionsofőrök a legkövérebbek, utána az áruszállítók és a költöztetők, ezt mondjuk nem értem, mert a költöztetők azért elég sok mindent csinálnak. Rendőrök, katasztrófavédelmisek, szociális munkások, családvédelmisek és vagyonvédelmisek a legkövérebbek. Hát mondjuk az nem túl biztató, hogy egy katasztrófavédelmis beszorul kövér. Igen. Jövök már, segítsünk, mentsen ki. Takarítók, építőmunkások, egészségügyisek és a szerelők, hetedik helyen végeztek a lelkészek, a tanácsadók és a könyvelők. Azt is értem, a könyvelőket is. De egy lelkész az nem zabálhat túlságosan sokat, nem? Hát neki azért erre oda kell, az önmegtartóztatás, az fontos eleme. Már igen, a jóisten elvesz egy pár dolgot az életben, azt valahol pótolni kell. Ja, értem. Így van. Meg nyilván ők is úgy vannak vele, mint a macskák, akik ha elkötnek, elhíznak. Ennyi. Kész, meg vagyunk. Igen. Még ha lelkész, akkor neki viszont lehet felesége. Akkor így van. A lelkészként lehet felesége. Igen. De szerintem ott egyébként az is lehet az oka a dolognak, hogy ők nem sportolnak, vagy sportolhatnak annyit. Tehát, hogy így az ő életvitelük ez nem passzol annyira hozzá. Azt várja, hol írja a Biblia, hogy soha ne fuss 100 métert 10 másodperc alatt. Mondom még, ez ne crossfit-tej. Azon gondolkozom, hogy mi az a szakma, ahol én szeretem, hogy valaki kövér. Van olyan? Szerintem igen. Tehát például... A masszőr. Egy kövér masszőr? Nem, jó. Hát otthon jobban meg lehet ideologizálni. Legalább nézd meg ezt a képet. Nézd meg ezt a képet. Érted? Már nincs mitől félned, igen. Egy kövér masszőr, hát... Az nem. Még egy kövér szakács... Az szerintem bizalomgerjesztő. Tehát, hogy én egy szábelű anorexiás csávót kijön, hogy most ő csinálta a délelőtti menüt, az nem jó. De egy kövér, pufi, kicsi duci szakács, abból azt gondolom, hogy ő jót csinál. Tehát vannak bizonyos szakmák, ahol nekem tetszik, hogy valaki kövér. Aha. Az nem azt az érzetet kelt, hogy sok a maradé? És nem viszi sokat hagynak, sok a brassói. De nem így van, tehát vannak bizonyos szakmák, ahol jól áll a kövérség. Szerintem ilyen példa tényleg egy szakács. Ne legyen vékony egy szakács, vagy egy hentes. A hentesnek jó. Mondjuk a hentesek azok fizikailag is nagyon ott vannak. Tehát, hogy jó, persze, van ott egy kis felesleg időként, de jó karban vannak, ott azért emelgetni kell. Nagyobb súlyokat, azért félmarát feldobni a hátadra, oda fizikum is kell. Én emlékszem rá, hogy egy gyerekkoromban sokszor, amikor bementem, tényleg csak így benszakadt a levegő. Tehát így megálltam, anyám elküldött csirkefarhátért, megálltam a pultot, és így néztem a henteseket. És azt az alkalmat. Igen, Isten. Érted, ahogy bont a bácsi. És a bárda, hogy lesújt. Paf! De most csak azok a kövérek nyálunk, nyilván nem, akik evés körül forognak, a szakácshentes cukrászat, gondolom nem csak ezek a kövérek. Ne, hát az amcsi listán se voltak rajta a szakácsok. Egyébként nem, a szakácsok egyáltalán nem. Rajta voltak például, mit tudom én, a lelkészek, meg a kamionsofőr. Hát attól, hogy ülsz, attól eleve elhízok, főleg Amerikában, ugye ez a sok kukoricaszirupos, ilyen mindenféle szörnyűséget. Meg hogy marhára unatkozol, szerintem az egy nagyon kírodban fontos eszem? Tényező. Persze. Beülsz a kamionba, és mész mitén hány órán keresztül, Amerikában a marha hosszú egyenes utakért, megállsz egy ilyen drive-ban az út mentén, veszel egy kis ezt-azt, azt elcsipegetsz, amíg mész. És nem mindenki olyan testtudatos, mint például Sylvester Stallone az Over the Top-ban. Aki szkanderozik menet közben, igen. Skandar bajnokságokon indult. Jobb kézzel. És a kamionjának az előső lökhárítóján bicepszezett. Igen. Van egy... Jaj, de jó, hogy nem láttam. A világ legértelmetlen gyakorlat. Van egy magyar kimutatás is, 2011, a top hízlaló állások. Nem, soha büdös életben nem találnátok. Programigazgató benne van? Nem. Micsoda, olyan slang. Ja, tényleg. Most újrahozott a dilleret, amit... Hogy? Újrahozott a dillert, amit... Hát figyelj, vége az évnek, így kell újra kezdeni. Tudom, amikor illegális lett, akkor picit elhízott, de most újra... Ja, most akkor újra van Tabi? Na jó. Persze, igen, mert találtak rá megint Traumann Zucker matricát. Fogyi Tabi, én csak így hívom. Hányan zabálják, azt elképesztő. Ja, és milyen egészséges lehet. Igen, na, szóval ugye a 2011-es hír szerint a top hízlaló állások Magyarországon a következők. Utazási irodák dolgozója.
Na most mondjátok meg nekem, mitől kövér egy utazási irodában dolgozó? Mondom neked, az étel maga az ugye a boldogság hormon. Ott ül az irodában, nézi a katalógust és ajánlja az utasnak Bora-Bora, Hawaii-szigetet. És szomorúságában eszik, mert tudja, hogy ő sehova nem megy? Soha az életben nem fog a Most egyébként érőt. Gyerekek, napi 8 órában ajánlok egy utat, ahova én nem megyek el. Nem? Ugye, hogy szomorú? És nézem a mosolygós embereket, hogy te jó édesem, Bora-Bora legyen, vagy Tahiti. Hát menjünk inkább, nem tudom, a Bondi Beach-ra, Ausztráliába. Jó. Oké, jó utat, hát utána azért én is megeszem egy csokis fánkot, nem? Meg nyilván eladod a mondogatot, hogy milyen helyi kulináris élvezetekre számíthat az, aki elutazik oda, ez étvágyat csinál. Igen. De egyébként nem hiszem, hogy olyan nagy különbség lenne bármilyen irodai munka között. Hát nem, tök mindegy, nem, hogy most egy utazási irodában ülsz napi 8 órát, vagy pedig egy, hogy hívják, egy ügyfélszolgálaton. Hát igen, csak van, ahol több boldogsághormont kell bevinned. Mit tudom én, a bíró ügyvéd ez végzett a második helyen. Az ügyvédek azok egyébként tényleg elhíznak. Azok tudnak ilyen jómódú, ilyen zsíros, ilyen kicsit ilyen pénzben tapicskoló. Igen. Gyönyörű kép. Nem, ha most megnézek egy-két sztár ügyvédet Magyarországon, akik nyilatkoznak, ugye vagy BTK, vagy PTK, sokak egyébként tényleg eltorzult vonásokkal, így láthatod őket. A bárándiak viszont mind szikárok. A bárándiak azok mind szikárok, igen. Harmadik helyen a szociális munkás, nem tudom, hogy mitől lenne egyébként kövér. És a tanár, na nekem életemben egy kövér tanárom nem volt. Egy kövér tanárom se. Ugye? Igen. Ez olyan, mint a kövér indiai. Nincs. Tényleg, láttam a kövér indiait? Nincs. Genetikailag egészen alkalmatlanok az elhízásra. Tehát a kövér tanár számomra, mint a kövér indiai. Viszont nincs, nem létezik. A dagat masszájok. Nem tudnak elhízni. Administratív asszisztens orvos. Én kövér orvos se láttam még nagyon. Tehát igazán nagy darab jött volna, és akkor ott hozta volna a kis röntgenképet. Nem nagyon láttam kövér orvos, nem? Az én urológusom az elég masszív. Igen? Aha. Na de egy jó prostatamasszázshoz kell erőt. Hát az, kell alkalmat. Lefogja a fejed. Bizonyám. Figyelj, azok, akik mondjuk így az élelmiszeriparban dolgoznak, vagy részben az a munkájuk, hogy kóstolgassanak meg, hogy csekkolják a termékeknek a minőségét, azok nem híznak el? Szerintem nem. Mondjuk, hogy csak ilyen, azt szokták mondani, hogy csak így gyárban dolgozol, akkor egy hétig érdekes, utána nem kívánod. Tehát, hogy nem eszed, nem eszed. Igen, egy hétig nagyon, de utána azt mondod, hogy elég. Jó, érjelek hallgató, ki hol dolgozott, mennyit hízott. Nézzük meg, mi a helyzet, mi a szomorú magyar valóság, jó? Milyen munkakörben, hány kilót szedett magára, előtte hol dolgozott, ott miért nem hízott. Valójában valószínűleg egyébként tényleg munkaköri leírástól függ, nem? Hogy mit csinálsz? Hát meg a tehát ugye gyerek, akkor ilyen alapon a navosok is dagadtak kéne, hogy legyenek az irodisták is, a könyvelők is, az adatfeldolgozók is, tehát azért nagyon sok ember végez ülő munkát, és mégsem mindenki zabálja, hogy leírja magát. Navos hogy lenne már dagadt, mikor ki kell menni ellenőrizni? Hát érted, ott folyamatosan üldöz. Egy kövérnavosnak sokkal jobban elhiszem, hogy nem adok számlát a cukrászdába, mert azt megint jött zabálni ide a Rákóczi túrost, érted? Egy sovány navos a cukrászdába kiszúrják, és számlát kap. Nem tudja megbüntetni. Nem? A hentest akarja levugtatni, hát oda egy kövérnavosnak kell menni. Hát ugye egy szábelül. Képviselő fánk, isteni, de úgy elmeszelem a helyet, mert nem adtak számot. Igen, de még azért hármat begyomok ingyen, de aztán úgy megvágom a helyet, mint az állat. Igen. Hentes vagyok, egy év akár plusz 27 kiló. Na de... De miért? Hát a hentes kóstol? Igen. Nem, hát ott eszegetsz azért. Csak csitegetsz, nem? Frissen lesült a kolbász, húrka egy kicsit nagyobb szelet fehér kenyérrel, csak becsúsz. Jó, kedves vendég azért rosszat ne kapjon már, úgyhogy csekkolni kell. Jó sült császárszalon. Hát igen, igen, az jó is tud lenni. Uborkával. Igen, ne. Nem kinek jön valaki erre? Tényleg, nem ugrik be valaki, de a nagyvárat térre, gyerekek, egy jó kolbász, jön a uborkája. Édességboltban vagyok eladó, 8 hónap 8 kiló. Az? Igen. Finom csipegetés zajlik? Hát persze. Persze. Atya Isten, azt gondolod, mennyi cukort? Jó Isten. Főleg, ahol sok az ilyen kis bombonacska, meg kis pralénicska. Igen. Ez már nem fér fel a tárcára. Ezt úgy látom, ez se. Egyszer jártam kövér fitness edzőnél. Csak egyszer, írja Ancsa. Azt például nem túl hiteles, nem? Tehát egy 120 kilós fitness edző nem biztos, hogy meggyőzően tudja elmondani, hogy ő milyen program alapján lett. Hát pont azt tudja elmondani, hogy ő csak edző, de nem edz. Azt tudja mondani, hogy ilyen lesz-e, ha nem csinálod. Ja, igen, igen, ja, ja, igen, igen, ő az előtte kép. Ő az előtte kép, igen. 80 kiló voltam, 126 lettem, 10 év kamionozás, írja Teki. 80-ról 100? 89-ről 126 lett, 10 év kamionozás után. Az kell, 37 kiló.
Igen, Béla papa, az Iveco 104 kiló, de azt mondja, hogy egy kamionsofőrnek ennyinek kell lenni. November óta dolgozom villamosmérnökként, 6 kilót híztam. Na hát az... A között én nem látok összefüggést. A Magyarországgyűlés házelnöke se sovány, írja András. Hát egyébként igen. Jaj, de jó. Kövér Lászlónak le kéne adni néhány kilót. Így van. Igen. Ezek SMS-ek? Valaki írja a rádiós műsorvezetőket. Ez nem igaz. Most nézzél már, itt a stúdióban van két de most szém, komolyan. Meg én, de hát azért... De hogyha kilót, az arányokat de... nézzük, érted? Ha meg összeadjuk a hármunkét, és elosztjuk utána három, tehát átlagolunk, akkor viszont nem rossz. Hát igen. Ki ő, vagy mi? Hogy a rádiós műsorvezetőket írták, és mondtam, itt a stúdióban azért nézzél már szét. Nem, szerintem nem. Két gyönyörű, meg én. Hát ha összeadunk hármunkat, akkor, és elosztjuk hárommal, akkor kijön egy átlagos. Ha felszorozzuk a korral, akkor igen. Én nem is ismerek egyébként ilyen igazán elhízott, vagy kövér rádiós műsorvezetőt. De még hírszerkesztőt sem. Hát most nem tudtam jellemző. Volna mondani egyet, csak megsértődik. Igen? Persze. Mióta zavar ez téged? Ne. Más ember lettél, valami történt vele. Ugye? Január óta én egy másik ember vagyok, gyerekek. Azt mondja, látványpékség plusz 7 kiló. Nem csak három napig volt érdekes, három év után is két pofára képes voltam zabálni, ez Güzüke írja nekünk. Három hónapja dolgozom sírkövesnél. Felszedtem 15 kilót, eszem, amíg tehetem, írja Árpi. Na, ez például szerintem egy tipikus esete annak, hogy a munka, a foglalkozás együtt jár azzal. Tehát a többi, minden nap eszedbe jut a halál, vagy hogy meghalhatsz, sírköveket csinálsz, szerintem ott kicsit neurotikusan elkezdesz enni. Tehát ez egyfajta szorongás oldás. Az lehet, mert... Hogy biztos, egyébként... tehát az biztos, hogy ezzel oldod a saját szorongásodat, hogy egyszer meghalunk, hogy most nem vagyok tudod alatt elkezdesz enni. A de... sírköves szakmai technológiával nem vagyok nagyon tisztában, de én úgy képzelem el, hogy ez egy nagyon komoly, kemény fizikai munka, tehát ott azért mondjuk kell is mellé enni, de meg ezért ez, lehet, meg ez. Ezért hát lehet azért... logikus ez, a, amit mondasz, ez a lelki figyelj, vonat. Sírköves vagy, ott akkor belevésed, nem? Hogy élt 74 évet. Élt 96 évet. Élt 48 évet. És ezt naponta hatszó, belevésed, kirakod szerintem a sírkövet. Szerintem pont azért nem fog érdekelni. Én amikor halottikórosban énekeltem Szegeden egy rövid ideig. Na, jó pénzem. Na, nagyon jó fizetek, hiszem 2600 forintot kerestünk havonta. Hogy egy nagyon rövid ideig, akkor ott már, aki egy évig ott dolgozott, ő annyira immunis volt a halál nevű műintézménnyel szemben, hogy így a koporsó ülve ebédelt meg, amiben már feküdt a delikvens. Tényleg? Hát, mert ő neki már, ő már nem fog kiabálni. Még ő már nem szól. Ugye? Tehát, hát hogy, igen. Én szerintem a sírköves is így van vele valahogy, hogy a munka maga szép legyen. Tudod, a kézműves munka. Igen, ebbe is van igazság. Emlékeztek rá, néhány héttel vagy hónappal ezelőtt volt annak a szegény mosolygós, azért mondom, hogy szegény, mert állítólag eltanácsolták, mosolygós sírásónak az esete. Igen. Akit ugye lefotóztak munka közben, és nagyon, nagyon mosolygott, nagyon... És ezért elküldték, hogy elbocsátottál? Igen, és ezért, mert jelezték neki, hogy ez nem passzol a munkaköréhez. Nem áll? De ez hol történt? Ez volt, itt mondjuk. Ez Magyarország? Nem is olvastam, ez kimaradt nekem. Igen, remélem, hogy egyébként nem lett belül aztán semmi komoly, tehát megmaradt az állása. De ő például ilyen mosolygós emberke volt. Hát, hosszú évek óta csináltam. Derékig állt a sírba rajta, és én az elsor, könyököl egy halászint. De hogy máshogy? Hogy máshogy, ha nem így? Ja. Nem? Egyébként. Pékárú teritek három év alatt 30 kiló. 30 kiló. Ez azt jelenti, hogy kicsit hiányosan ért oda mindig a pékárú? Tehát ugyan, miből eszik? Miből hízolta ott 30 kilót? Ha nem 10 óriás kis limó? Igen, csak 8. Marika, mennyit rendeltünk? Igen. A szentese, a hetesek a szesz miatt is híznak egy jó disznótól. Egy kis bor, egy kis sör, egy kis pálinka. Igen, hát azért például a borban azért van kalória. Szóval ott... Nekünk, aki hentesünk volt új kígyóson, soha nem jött semmit, csak traubi szódát. Azt kért mindig egy nagy üveggel. Soha esküszöm. Viszont amikor végzett a disznó, hát akkor a berúgott, na, mint az állat. Csak nem akar megdögleni, csak nem akar, de én egyre jobban vérzek. Dögölj már meg, rohadt, dögölj már meg. A rapsz is. Igen, a rapsz is, teszem. Titkárnőként csoki járban 12 kiló. De a titkárnő, hogy kerül egy csoki gyárba közel a csokoládéhoz? Milyen szellemiségű csokoládégyár ez? Kapnak? Kóstolhatnak? Vagy hogy? Jöttek vendégek, és a főnök leküldi, Aranka, szaladjon már a gépsor, hozzon már fel abból a rumos meggyesből. Igen, Norbi kóstoló vagyok, a beiglis korszak óta plusz 5 kiló ide nekünk egy. Jaj, nem mondhattok ilyet. Jó, de hát ez még a régi volt, de most már úgy járdog, 75%-kal kevesebb. Igen. Sovány konyhásnénivel se találkoztam még, írja Laci. Na ez is igaz, hogy néhány konyhásnéninek akkora volt a karja, mint nekem a combom. Ilyen kék hajszál eres, tudod, mindig ilyen újatlan, ilyen fehér, ilyen kicsit zsírfoltos, ilyen köpenyük volt, nagy bakancsal.
olyan keze volt, hogy igen, egy gépen utaztunk volna, lezuhantunk volna, és meg egy hétig ettük volna. Csókolom, Popeye néni, a finom főzelékben, pakarodj ide! Nincs repeta! Nincs repeta. Miért nem volt soha repeta, mert elvitték haza. Szerinted én ettem ma már valamit? Igen, elvitték haza. Nekünk azért nem volt, most már biztos változott. Hát de ott tudod, miért voltak azok az alkarok? Az hihetetlen méretű alumínium leveses kondérokat adta, hogy emelgették, hát ott azért... Főzsaru voltam, elmentem a magánszférába, leesett a stressz, fél év alatt 11 kilót híztam. Ugye itt a munkahelyváltás is érdekes, hogy igen, stresszesből átmész egy nem stresszesbe, és hirtelen meg is hízol, igen. 12 éve vagyok, szakás plusz 65 kiló. Azt a minden így gyerekek. Az szép. Azt majdnem annyi vagyok. Tehát az... De izomba. Még egyszer meg kéne elmondani, de igen, mi 80 igen vagyok egyébként, tehát majdnem 65, azért az kis túlzás. A te vagy 65 körül, annyi, nem Jani? Annyi. Híztál egy Janit. Igen, egy, felszettél egy Janit. Igen, de egy elhízott Jani. Egy nagyon, nagyon jó húsban lévő Janit, igen. Irodai munka 8 év plusz 30 kiló. Most másfél év alatt 20 lejött, de kükemény melóval. Senki ne akarjon hízni. Irodai meló, egész nem zabálsz? Unalmad? Meg ülsz, igen, meg unatkozol. Ülsz és unatkozol, és eszel. Igen. Pékségbe dolgozom, 6 éve szart se ízom. Alkatkértésre, azt szokták erre mondani. Igen. Azt mondja, hogy 91-től 96-ig teherautó, 68-70 kiló, 96-tól 2012-ig buszozás, 100-104 kiló. Most kamion 84 kiló. Azért a buszozásnál picit elengedted magad. Igen. De mi volt, aki sajtos pogival fizetett a fuvarjára, vagy hogy? Alkati kérdés egyébként szerintem tök mindegy, hogy mit csinálsz. Nem? Hát az írja valaki, kérdés, most sincs repeta. Igen, az alkati kérdés az nem jó, inkább hogy lelki kérdés, nem? Tehát, hogy unod a munkádat, akkor ne azt csináld, hogy egyél, hanem nem tudom, nem, hanem keresd mást. Hogy foglald el magad valamivel. Nem azért hízol el? Tehát azért hízol el, mert unod? Igen, meg kényszeresebb vagy, igen. Mindenről beszéltetek, de hogy mit csinál vajon a Prügyi duó? A tegnapi Kelet-Magyarországban írtak róluk, na csak mondom, hogy ők már nem Prügyi duó, hanem Prügyi trió. Tehát így hívjuk őket már a 2014-es éve. Prügyi trió. Most már hárman vannak. Igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket, hát akkor azért itt is fölmegy egy-két. Nem tudjuk megállapítani, hogy melyik munka leginkább, de azért itt is csúszott föl pár kiló hallgatóinkra, hogy halljuk bizonyos munkakörökben, leginkább az ülő munka, ahogy azért ez itt is bebizonyosodott. 7:30 pontosan egy perccel, Óven bácsira és Beru nénire lehet jelentkezni, aki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, kicsit kevés a közlekedés, ha valaki lát, hall, tapasztal valamit, akkor küldjön nekünk, jó? És ne csak Budapestről, bárhonnan máshonnan, egészen nyugodtan. Be van dugva az a érem? Nincs? Hát nem tudom, az úgy jó, nem? Vagy statikus a kurzorom. Statikus a kurzorom? Igen, valami történne, lefölmegy az SMS van. 17-es Kucorgó tértől Pesti úton óriási a köd. Ez a 17. kerület, és csúszós is, Topi küldte nekünk. Valamint Valkó és Gödöllő között autófának ment a szalagkorlát után 800 méterre. Mentő, rendőr, tűzoltó a helyszínen Gödöllő felé haladt. De a másik oldalon van, ezt Tom küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi az? Megakadt az egyik SMS-en a szemem. Nagyon jó egyébként. Örömlány vagyok Ausztriában, az alkoholtól plusz 20 kiló két év alatt. Szegi. És még van kuncsaft? Nem tudom. Hát de nyilván vannak ilyenek, akik ezt szeretik. Ja, az is igaz. Az kemény. Típusúakon. Igen. Hát persze, minden igényt ki kell szolgálni. Hát lehet, hogy plusz kiló, hát lehet, hogy 35 volt. És ahhoz képest ez még mindig csak 55. Hát hány kiló volt, nem? Mihez képest plusz 20 kiló? Hát az úgy kell tudni. 50 kiló volt, a 70 az még nem annyira vészes. Mi van ezzel az apácával, aki teherbe esett, úgyhogy senki nem tudja, hogy esett teherbe? Ez hát, egy szenzációs történet. Csoda történet! Egyébként igen. Szeplőtlen fogadtatás, gyerekek, egészséges fiút szült egy apáca, aki hasfájásra paraszkodott. És állítólag a mai napig nem érti, hogy esett teherbe. Egy 31 éves salvadori nőről van szó, akit a rendházból kellett ugye kórházba vinni, mert hogy szűni nem akaró kínzó hasfájásra kezdett panaszkodni. Aztán az orvosok ugye rájöttek, hogy hát itt nem egészen hasfájás van, illetve fájhat a hasa, de nem amiatt, amire gondol. Néhány órával később szült egy 3,5 éves kisfiút. Azért itt van egy hiba. Mit mondtam? Éves.
Picit elhúzódott, hogy ezt tört. Most kiverjük. Hányan szültek már 3,5 kilós gyereket? Nem, minden harmadik nyolja, az nem hír. 3,5 éves volt a gyerek. Ennyi, hát koraszülőknek nem mondanám. Hát gyerekek, hát ezért ekkora hír. Egyrészt szeptetlen fogantatás, kettő a kis megváltó 3,5 évesen született már. És mi lett a vége? Hát kitették a rendházból. Eltanácsolták. A húzat, igen. Igen, azt mondta a főnök, a rendház főnök, hogy nem tudta tartani azokat az elvárásokat, amik egy apácával szemben jogosan állnak fönn. És látod, ez a bajom a dologgal, hogy ha ők se hisznek benne, hogy ez szeplőtelen fogadtatás, akkor mi hogy higgyünk? Hát ez... Ha a rendfőnök is azt mondja, hogy őt meghúzt, már az apácát, érted? Elkapták, megcsinálgatták, hát akkor én hogy higgyek benne, hogy ez szeplőtelen? Szerintem marketingből egyes. Abszolút. Nem. Hát igen. Mindenhol máshol. Erre ráépítették volna a helynek, a kolostornak, vagy a gyülekezetnek, felekezetnek a marketinget, és onnantól kezdve egy búcsújárás lett volna. Kis szobrok, szülőnő. Hát nem. De ki az apa? Beszökött egy reverendás? Vagy ki? Hát az sem mindegy, hogy elment bulizni az apáca. Hogy került ki? Ugye hát ők tulajdonképpen tényleg, hát rendházban élnek, ugye nem nagyon járkálnak ki, tehát ritkán látsz azért így apácát az utcán, ugye? Tehát, hogy ide vagy beszökött valaki, vagy az apáca kiment, és egy afterpartit nyomott valahol ott, hát ez egy Olaszországban? Lehet, hogy egy koedukált kolostor lehetett. Tehát, hogy nem csak apácák voltak, hanem szerzetesek is, és ők csak némasági fogadalmat vettek. Az apácák szűzek, nem? Elmagyarázza. Szűzek is kell, hogy maradjanak. Azt nem tudom, hogy csak úgy, tehát, hogyha már egyébként egyszer kipróbáltad a szexet, és utána és csalódtál, nem lehet? És pont azért menekültél az egyház kebelébe. De úgy is lehet, csak ha ugye ő mondjuk szűzen született, és nem tudja, mi az a szex, akkor ő nem is ismerhette, hogy mi az a szex, nem? Tehát szex közben se tudta, hogy ő most mit csinál. Nem? Tehát egy félreértés volt. Tehát egy félreértés történt. Azért ez nagyon nagy bukó, gyerekek. Azért igen. Tehát egy gyerek beakad egy apácának, azért az picit nehéz kimagyarázni. De állítólag az a sztori, hogy lejártak az igazolványai, az iratai, ami nem tudom minek van a rendházban egyáltalán. Nem, apácának, és elment, hazament a falujába megcsináltatni. És nem csak azt csináltatta meg, tudod? Gondoltál ezt a két nap alatt, amíg várni kell az okmányirodára, kicsit behozza a lemaradást? Igen. Igen? Igen, valami régi szerelemmel összefutott, és egymásba gabajott. És nem volt pénze okmánybélyegre? Pecsételje már le, uram! Hosszú volt a sor. Hopp. Igen. Na, ez az, amit nem tudsz kimagyarázni. Hát nem? Ez nem. Ez tehát nehéz. Itt erre nem tudsz mit mondani. Ez nehéz. De most mi van, ha gyereke születik, és ki is rakták a rendből? Azt én nem olvastam. Igen? Szegény? A kórházban szedtek össze neki ruhácskákat a gyereknek, meg eljállátták jó tanácsokkal, mert rájöttek már vissza sem mehetett szegény. És a Ferenc nevet kapta a keresztségben a gyermek. Francesco lett, igen. Így van, mondanám, hogy utánam, de hát... Inkább a pápa után, de... Inkább valószínűleg ez lehetett. Igen, Francesco lett. Ja. De hogy miért nem hisznek benne, igazad van, Jani, jó marketinggel ezt meg lehetett volna oldani. Még akár jó is kijöhettek volna. Igen, tessék, szeplőtelen fogantatás, nem biztos, hogy ő lesz az új megváltó, de gyerekek, hát minden esetre egy 20 évig el vagyunk vele. Ezek között a falak között még ez is megtörténhet. És aztán szépen el is csendesült volna az ügy. Kellemetlen. De az egyébként, ami még érdekes, hogy egy nő, az még akkor is, hogyha apáca, azért így a világ, tehát így olvastál dolgokat a világról. Igen. Nem tudja, hogy ő terhes. Ez már csak védekezés volt. Igen? Tudom, mert úgyhogy terhes vagyok, szülni szeretnék, hát akkor még eljárt, végigviszed a sztoridat, nem? Ahhoz, hogy ő hatékonyan tudjon küzdeni a sátán romboló munkája ellen, ahhoz neki ismernie kell valamilyen szinten az ellenséget. Hát hozzak ide egy nagyon jó példát. Azt gondolom, hogy tehát amikor például mondjuk egy labdarúgó csapat valaki ellen készül, aki ellen még nem játszott, ők is videóznak előtte, és megnézik az ellenfél korábbi meccseit, nem? Van ilyen, persze. De nem állt meg a videónál, tudod? Hát, még gyerekek egy apácával kikezdeni, abba van rock'n'roll. Az van. Bemegy ott, legurít egy felest, hogy nem tudom, iszik egy teát, odaülni mellé, beszélget is vele. Te az, nekem az hitelesebb, nem tűnik, de a feles, érted, bemegy egy apáca, sőt, és az asztal, csak az asztal, hogy érted. Jaját, ne gondoljuk, gyerekek, ne gondoljuk, hogy ők titokban néha nem, hogy ne, hát. Mindenki vétkezik egy kicsit fölni, bocsáss meg, uram, blop, nem gondolom. Csinálnak jóféle likőröket, borokat. Hát most miért a papi hat misebort, akkor az apáca? Hát valószínűleg akkor itt a misebor. Simán. Vagy a misebor volt egy kicsit sok.
De ez számomra mindig rejtély egyébként tényleg, hogy valaki úgy szül meg egy gyereket, hogy nem tudja, hogy terhes. De erről már múltkor, jó múltkor beszéltünk egyszer, hogy állítok, tényleg van ilyen. Igen. Tehát tényleg van ilyen, hogy úgy nő a gyerek a hasába, hogy ő mondjuk a 8. hónapig nem tudja, hogy terhes. Itt fáj, ott fáj, háta fáj. De ez hogyan? Ha mondjuk ő valójában tényleg nem tudta. Hogy nem veszed észre, hogy én nem sose voltam terhes? Nem, még lehet. Ti voltatok már? Hogy a fenében nem veszed azt észre? Hát előbb-utóbb valami mozog a hasadba. Én egyszer úgy éreztem, hogy igen, de kiderült csak, hogy a bájglifot. Ordítva szültél egy nagyot. Végre gyermekem! Vágjunk már a fejemben, itt olyat, olyat! Hogy nem veszed észre, hogy terhes vagy? Szerintem még teljesen egyértelmű jelei vannak. Mondjuk én nekem egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolatom volt a terhességgel, ugye, annak az eredménye a lányom, hát nálunk nem lehetett volna letagadni. Ott még te is álterhes lettél, persze, nem? Persze, érted, amikor hogy hívek, be kellett mennem a WC-be, hogy Moni ki tudjon menni a konyhába, mert nem fértünk el a folyosón. Tehát, hogy ott az egyértelmű jelei voltak annak, hogy ő terhes. A nőknél van az a típus, mondjad? Ha azt mondja, hogy csak elhíztam egy kicsit, mert nem voltam sportolni, apci. Érted? Apuci, kéne már valamit mozogni. Olyan, meg olyan jól főzöl, hogy bekajáltam, hát simán beveszed, nem? De nem, a nőknél van az a típus, aki például nem akarna gyereket. Vagy úgy jön a gyerek, hogy ők nem akarták, vagy szégyellik, vagy a családban nem merik elmondani, vagy tiltott terhesség, tiltott kapcsolatból. Akkor a test képes azt megcsinálni, hogy nem nő a hasa. Tehát, hogy a test reagál arra, amit egyébként a tudat gondol. És ha te nem akarod beismerni, félsz beismerni, el kell folytani magadba, de nem tudsz mit csinálni, akkor a test ezt képes létrehozni úgy, hogy sokkal kevésbé nő a hasa, mint annak a nőnek, aki egyértelműen felvállalhatja, hogy terhes. És nem nő a hasad. Döbbened. A gyerek benne nő valahogy, de a hasad nem nő meg. És sokkal kisebb azon nők hasa, akik mondjuk ezt így el tudják folytani. Igen, de az a külvilág felé. Hát a külvilág ugye, felé. Ugye, tehát ő maga tudja? Ő maga valószínű tudja, igen. Persze, de hogy a hasa nem nő. Hát ezért ez érdekes. Vagy aki mondjuk a terhesség gondolatát utasítja, vagy a gyereknevelés, gyerekvállalás gondolatát, azért az hosszabb ideig nem veszi észre. Ugyanis nincs hasnövekedés, és 6 hónaposan úgy néz ki, hogy meg nem mondott, hogy terhes. És ott már 3 hónap van a szülésig, és nem látszik rajta. De tudja, tehát amit a Feri mond, ez sokszor igaz, tudja, igen, tudja, igen, igen. Szerintem igen. Tudja, tehát azért amikor megmozdul egy baba, akkor még jó, nagyon picike, de ahogy nő, telnek a hetek, azért azt megérzed, hogy egy gyerek belülről megrúg mondjuk. Tehát ez hogyan nem veszi észre? Tehát, hogy hát, érted, mondjuk megszedik egy baba, mondjuk vegyünk egy átlag súlyt, 3 kilósan. 3 kilós gyerek, amikor azért úgy belülről megmozdul, testhelyzetet vált, és odarúg egyet, hát azért azt megérzed. Én nem tudom, hát csak hát, hasonlítani tudom valamihez, de, hát, de nem tudom. Azért egy másfél kilós gyerek is már tud akkorát rúgni, amikor éppen focizott a hasamba a Karina, hogy hát azért azt nem tudod arra fogni. Hát már le kell esni a tantusznak, nem? Így van. Ettél, negyedik vagy kanász szódabikarbóna után, amikor nem történik még mindig semmi, és persze. Marad. Kutya fájt ez a búzakorpa, hogy Van még imerogaszt. Ezt pumizát adjál már, te előre. Olyan elváltam, mint egy lufi. És akkor nem beszél az egyéb elváltozásokról, ugye? Nem tűnik föl, hogy esetleg nő a cicid, meg ilyenek, tehát az nem tűnik föl. Mondjuk, vagy készül a szervezet, ugye arra szoktatni fogsz. Hát, a Ferinek 10 éve erre készül a szervezete. Jól áll nekem. Hogy végre valakit csecsre tud venni. De tényleg, nem tudom én ezt elhinni komolyan. Lehet, hogy van valakinél, most tényleg, bocsánat, ezt mondom, lehet, hogy annyira extrém, mondjuk, hogy annyira extrém kövér, vagy nem tudom, hogy nem tűnik neki föl a rettenetes hájtömegtől, vagy nem, na, nem tudom, például de egy normál embernél nem tudom elhinni, hogy nem beszélsz. De hogy van az, hogy tényleg beütöd az internete, hogy nem tudott arról, hogy terhes, és 600 cikked, hogy menstruációs görcse gyanakodott gyereket szült, alhasi fájdalommal vitték kórházba a gyereke lett. Hogy ez egy hétköznapi eset szinte már, hogy van egy réteg, akik vagy nem tudják, hogy mi a szex következmény, és egyébként tényleg nem tudják, vagy nem teszik össze a kettőt, hogy ebből az, de nem üsd be, hogy nem tudta, hogy terhes a Google-ba. És 6000 cikk fog kijönni. Kamuzik szerintem. Nem, biztos, de, hogy van olyan egy csomó. Nem egy szülni úgy, hogy elment a magzat. Mire gondol, bepisilt, vagy mire gondol? Hát jó, amikor már elmegy a magzatvíz, akkor talán leesik neki. Hirdatlanul fájás csok volt, mégis töltött káposzta. Vagy mire gondol? De egyszerűen nem tudja. Tehát nem érti biológiailag, hogy ez hogy történt. Higgyetek el. Szinte hihetetlen. De elhiszem, jó, elhiszem, csak furcsa, mert hát azért olyan elváltozások vannak 9 hónap alatt, hogy hát csak föltűnik. Legminimálisabbat, ha hízott, ha minden hónapban 1 kilót hízol, az is 9 kilóval több, csak úgy. Egyszer csak rátett 10 kiló, ugyanúgy ezt számoljuk, és 10 kilóval több, vagy nem tűnik neki föl. Na mindegy, jó, hát oké.
elhiszem. Jó, hát ez egy apácánál azért az melegebb. Jó, igen. Apáca, most jó, apácánál ott persze, ott teljesen más. Igen. Azt írják nagyon sokan egyébként, hogy 5 hónapos terhes voltam, amikor kiderült. Na jó, de legalább kiderült, még 5 hónap. Hát, még volt 4, tehát fél időben jártál. Igen. Azért az is fura nekem, de ezt így van. Kivádban. 24 hetes terhes, Feri hány hónap? 6. 6, igen. 24 hetes terhes voltam, amikor megtudtam. Nagyon durva. Már 4 éves lesz a fiam űrvizitus. De durva. Hát furcsa, és a zárdafőnök azt, hogy mit szólt hozzá. Nálunk úgy volt terhes, hogy kitömte a sát, és úgy jött a bíróságra. Jó, hát ilyen is van. Ja, a másik típusú terhes, aki viszont nem terhes, csak kitömi a hasát. Na mindegy, érdekes, szerintem meglepődnénk, hogy valójában, ha egy orvos elmondaná, hogy neki mondjuk a praxisa, vagy szülész nőgyógyász, 30 éve dolgozik, és egyébként meg ő legalább 25 olyan nővel találkozott, ki úgy ment beszülni, hogy fogalma nem volt arról, hogy terhes. Igen. Igen, de mondjuk itt azért valljuk be őszinte, valószínűleg olyan hölgyekről van szó, akik aktív nemi életet élnek. De azért egy apácánál az a... Van bennük valami. Tudod, ugye? Hogy azért összerakja az ember, hogy hát miért történt ez az egész történet. Életemben egyszer voltam férfiban. Hát arra azért csak emlékszel. De hát ha egyszer volt, nem tudta, hogy ez de, a... De az apácában hát van. Te is emlékszel. Nincs, nem, amikor veled voltam. Hát nem emlékszik. Na, hogy nem volt fűtés. Ti nem érzitek, hogy az apáca megközelíthetetlensége miatt azért... Azért, hát ez jó, a kilt, hogy ugye? Igen. Hogy úgy van bennük valami, nem? Igen. Nem tudom, hogy most a csajoknak itt a papíruhában is van-e valami, de amikor látsz egy apácát, nem tudom mióta nem láttam. Általában egyébként idősebbek, de... Hát mikor volt a utoljára Salvadorban? Nagyon, nagyon, nagyon régen. Na mindegy, jó van. Érdekes, érdekes ez a dolog. Szegény kis Francesco. Na megnézzük, hogy ki a játékosunk. Jó, Óven bácsira és Beru nénire rányítunk, a játékosunk pedig már itt is van. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafan csalogányai. Azt mondják, ez a TLC csatorna tele van, a nem tudtam, hogy terhes vagyok műsorral. Van ilyen. Hello, jó reggel. Jó reggelt! Hello, Gabi! Nem is hangzik, mert itt nálam nagyon. De, hát akkor nálad kell elhalkítani a rádiót. Igen, már igen. Is rohanok. Tök jó. Meséljem a sztorimat? Ne, játszani jöttél, de ha van szó hozzá, hát az Anna azzal vezette föl. Na, hát akkor egyszerre játszol. Igen, én voltam, aki 5 hónapos terhes voltam, amikor kiderült, hogy gyermeket várok. De ez még nem annyira késő, nem? Vagy... Hát, ahogy vesszük, mert ugye hát azért az ember, ha tervezi, van felkészülési idő. Na most azt kívül, 8 hónapra meg is született a baba, úgyhogy 3 hónapot voltam terhes konkrétan. Hogy nem tudtad, hogy nem vettél készen? Hát az egyik, ami mondjuk talán egy kicsit érthetővé teszi, az, hogy a férjemnek papírja volt róla, nem lehet gyereke. Nyomós érv. Az ember nem gondol akkor arra, igen. Igen, ő 20 éve idősebb volt, és nem is volt az előző életéből gyermeke. Úgyhogy abszolút nem is számítottam rá ebből kifolyólag. És hát én a 20 hét alatt kétszer menstruáltam is. Aha. De nyilván ennek akkor, ugye vannak jelei, ha az elmaradott. Én akkoriban vékony voltam, és egyáltalán nem látszódott semmi. Úgyhogy igazándiból én, amikor elmentem a nőgyógyászhoz, azért mentem, mert egyszer hasra feküdtem, és egy gumót éreztem a hasamba, és meg voltam győződve róla, hogy rákos vagyok. Jézusom. És aztán elmentem a nőgyógyászhoz, elmondtam neki ezt a teóriámat, tehát ezt elmondta, hogy hát végül is tekinthetjük daganatnak is, csak majd elmúlik magától. Aztán elküldött ultrahangra, és akkor mondták, hogy 20 hetes. És hát az Anna mondta, hogy hát ugye az a gyerek mozog, és ezt meg lehet érezni. Aki még nem volt terhes, nem tudja, hogy mit kell érezni. És ugye egy ilyen pici magzat, az még annyira picit mozog, hogy azt tulajdonképpen nem igazán lehet. Na jó, de aki mondjuk, hogy 8. hónapig nem veszi észre, tehát az Anna se volt terhes, mielőtt terhes lett. Hát jó, de mert itt az 5. hónapnál én még nem vettem észre magam. Hát az 5. hónapban még nyilván ott még azért vannak. Tehát az még azért egészen picik, nem? Tehát az utolsó hát 25 centis egy 5 hónapos magzat. Igen. Az már nem kicsi, én is akkor csodálkoztam rá. Hát néztek is rám egyébként az ultrahangon, mint egy ilyen, nem is tudom, nagyon bután néztek rá, hogy nem tudom, hogy terhes vagyok.
És nem is érezted? Mert ugye az a kérdés, hogy mi látszik, de hogy közben nem, mit érez az ember? Nem voltam rosszul, nem hánytam, semmi ráutaló nyom nem volt. Aha. Mókás volt minden esetre. Aztán mondom, rá 3 hónapra meg is született a bébi. Figyelj, lerövidült a terhesség. Hát egy 3 hónap. Le, igen, nem izgultam agyon a dolgot. Tulajdonképpen végig, hát sok mindenből lemaradtam, mi orvosi vizsgálatokról, meg ilyen szűrővizsgálatokról igazán, de azon kívül meg, hát nem stresszeltem rá erre a dologra, akárhogy vérzésem is volt, hogy ugye más-más szaladt volna az orvoshoz, én meg ebből kimaradtam, mert nem izgultam. Uh-huh. Az egyébként jó. Igen. Hát aztán most már 21 éves a drága. Nem egy mai sztori akkor, ahogy hallom. Tehát ez nem. De hát örökre emlékezetes maradt így. Na jó, van, mutatjuk akkor a játékot, jó? Vágjunk bele. Jó, csak egy picit visszahangosítom a rádiót, mert viszont egyáltalán nem hallok semmit. De miért telefonon keresztül nem hallasz minket? De hallak, csak halkan. Hát hangosítsd föl. Na jó, így most már jó vagyok. Már ne a rádiót. Nem. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berú néni, figyelj! Elmentek otthonról. Aha, semmi. Ez tök menő. Nincsenek otthon. Na, hallgass! Király. Vagy csendpárbajt játszanak. Üres a jurta. Aki előbb megszólal, az a... az nem az. Mutatjuk, mit énekelnek. Oké. Okay. Na, 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 na. Aja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 j
szidni utána. Akkor egy kicsit hosszabbat. Hosszabbat? Vegyük is ki a sapeszt? Persze. Jó, vegyük ki, figyelj. Na 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 na. Most már sejthető. Ez a Whitney Houstonnak így a száma. Így van, így van. Moment in time. Szegény, hogy éve. De fiúk, soha nem volt ambícióm játszani. Úgyhogy ez volt egy nagy csoda. Mekkora nóta ez mi? Nagyon fú, nagy. Meg a nő, ahogy énekel, gyerek. Zseniális, énekes nő volt. Nagyon nagy nóta, igen. Gabi, ügyes voltál, gratulálunk. Sapka nélküli ajándékcsomag a jutalmad. Hát fantasztikus, köszönöm. Soha nem volt ambícióm, hogy játszak. Na. Úgyhogy ez egy nagy-nagy meglepetés nekem is, hogy felismertem egyáltalán. Honnan hívtál minket, Gabi? Budapestről. Budapestről. Jó van, köszönjük. Csáó. És könyvelő vagyok, és nem hisztem el. Na, üdítő kivétel. Igen. Csáó. Köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Írt egy hallgató, nem tudom, hogy igaz az apácás történet, de hogy a Covid rendezi majd, az biztos. Ez az. Nagy klasszik téma. Igen, igen. Jaj, apáca, igen, érkezik majd Csoki Ice, igen, egy közös bárba megérkezik az apáca elé, leül, és hogy nem, 5 perc múlva már a kereveten hajtják. És ilyen apácos képekre az előbb, van ilyen? Igen, hajtják a rokkát, bizonyám, igen. 8 óra pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk így. 8 óra múlt 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Kenyed, adjál neki. Kezet fogta valaki alul, hogy most fertőtlenített. Nem az, nem azért, rá most pont haj egyébként. Nem azért, Norvi. Jó, hát ezt nem, már nem magyarázott. Nem, a influenza. Most már nagyon figyelünk mindenre. Nehogy ja, gyerekek, ez az influenza úgy túl van hype-olva, hát megőrülök ettől az influenzától, hogy olcsunk. Feküdjél otthon egy hetet vagy kettőt. Hát inkább fekszem, mint hogy oltassak. Inkább fekszem, mint hogy oltassak. Persze, dehogy oltatok. Mit oltam, oltsatok? Oltottok? Most az idén még nem voltam, tavaly oltattam. Mit Ne oltassál, nem kell. Mi lesz? Nem kell. Minek? Mondd meg nekem, minek? Egy felnőtt egészséges szervezet vagy, jön egy influenza, nem vagy veszélyeztetett, nem vagy terhes, nem vagy idős. Nincs semmiféle... De mi már öregek és gyengék vagyunk. Igen, konkrétan kell, 3 nap alatt. Dehogy kell, hagyjatok már, dehogy, de lássatok a dolgok mögé. Dehogy kell. Nem kell. Miért kéne? Beoltatod, mert nem egészséges de miért baj az, ha 3 napig lázas leszel? Az a láz egy védekező mechanizmus a szervezetnek, szépen felmegy a lázad, kicsit mindenféle oda nem való dolog elég, 3 nap után köksz, 2-t fölépülsz, és nézd meg, hogy ilyen különböző oltásokkal mennyi mindent viszel be a szervezetedbe. Minek?
Mindenki, ez a rengeteg védőoltás is a gyerekeknek, tessék? Itt fogsz pempögni, ha bejövünk betegen. De inkább legyél beteg, és mondd azt, írjál reggel egy SMS-t, hogy 3 napig nem jövök gyerekek, influenzás lettem, mint hogy beoltatsz magadba mindenféle vackot, teljesen fölöslegesen egyébként, szerintem, mert hogy nem vagy veszélyeztetett, tehát hogy minek? 20 éve, 30 éve, 50 évvel ezelőtt oltattál, eljött az influenza? Most erősebb az influenza. Érted? Már minél a spanyolnátánál az 1900-es évek elején, amikor meghalt nem tudom hány százmillió ember, minél erősebb? Minél erősebb az influenza? Ja, a tavainál, hát annál sokkal erősebb. Kiesel a termelésből, érted? Igen, ha nem esel. Ennek az országnak szüksége van a erős férfiakra. Ha nem oltatsz, akkor esel ki a termelésből, mert akkor nem költesz el egy csomó pénzt az oltással. De attól, ha oltasz, lehet bajod? Nem. Én ezt így ebben a formában nem mondom, hogy lehet bajod, nem. Na, látod? Ezt nem akarom, majd adáson kívül beszélgessünk erről. Na, látszik, hogy nincs vakcina gyárat. Nincs vakcina gyárat. Nem is mondtad. Nem így beszélni. Nincs, nincs. Figyelj, én azt gondolom, hogy tényleg aki veszélyeztetett, az oltasson. De csak azért, mert jön egy influenza, hát sportoljál, szaunázzál, mozogjál, egy vitamint, jön egy influenza, 3 napig beteg vagy, fölkezd, túléled, ezt senki nem fog ebbe már belehalni, ha nem vagy veszélyeztetett nyilván. Hát, hogyha most 70 éves vagy, rossz az immunrendszered, komoly betegség volt, terhes vagy, kisma, stb., akkor igen. De egyébként egy felnőtt egészséges szervezet... Engem egyébként önmagával dolog nem foglalkoztat, mert nem zavarna, ha nem lenne otthon a gyerek. Mert a gyerek azért jobban megsínli, hogyha influenzás lesz, mint én. Én ráadásul hosszú évek óta nem volt. Igen, most nem költöznöm kell. De most komolyan, tehát hogy csak miatta. Tehát, hogyha oltatok, vagy oltatnék, én egyébként nem nagyon szoktam, akkor csak miatta tenném. És azt, ezért is megértem azt, de hogy oltat. Kell. Nem, még miatta se kell. Tehát mert hogy 11-12 évesen az egészséges normálisan táplálkozik, mozog és levegőn van, akkor teljesen fölösleges. Csak valahol összeszedheti az iskolába, összeszedheti egy mit tudom én, kicsit folyik az orra, elmentek a rendelőbe, ott van valaki rajta, kívül zárt helyiség, nyilván vannak súlyosabb betegek, és elkap valamit, összeszedi valahogy. Tehát, hogy azért szerintem jó, oda kell figyelni. Oda kell figyelni, meg kell előzni, és én tökéletesen megértem azt, aki oltat. Tehát nincsen ezzel gondom. Uh-huh. Plusz a kézfertőtlenítés. Viccelsz. A kézfertőtlenítés a 21. század egyik legnagyobb találmány. De komolyan. Valamikor azt mondja, hogy ilyen még akkor voltunk itt Argentinában forgatni, az egyik lány, az egyik kollega lány hozott magával ilyet. És akkor először csak azért tűnt fel, vagy azért volt érdekes számomra a dolog, mert ilyen kéztisztításra használta. És nem értettem, hogy hova tűnik a kosz. Amikor bedörgölte a kezét, tényleg tiszta lett a kezét, de akkor hova lett a kosz? Na, egyébként na, hova? Igen, na? Nem, de mindegy, de jó illata volt. És akkor így utána meg bejött ez a H1N1-es hiszti, és akkor onnantól kezdve elkezdtem venni azóta, mindig itt van a táskámban. Mindenhol lehet kapni. A baktériumok, mit tudom, 90%-át elpusztítja. Úgyhogy akkor miért ne legyen? Jó illata van, trendi, ettől is egy kicsit menőmnek érzem magam. Bár nem vagyok az. Hát meg kenegeteted a kezed, neked ez egy orgazmus közeli élmény. 8-10-12 percen keresztül tudod masszírozni a kezeidet, tehát ez nekem mindenképpen jó, főleg, hogy velem szembe ülsz, és a hidegrázától a mozdulatom, már meglátom azt a kézfertőtlenített leveravíz, mert tudom, hogy 8,5 percig volt masszírozni a kezem tőlem 1 méterre. Van olyan vizsgálat egyébként, ami során kideríthetem, hogy a testemen hol találhatók a legnagyobb mennyiségben erogén zónák, vagy hol van a legnagyobb erogén zóna? Hát menj haza, feküdj le mesztelen, és kérd meg a Mónit, hogy nyalogasson. De hát ezt már csomószor megkérdezem. 10 perc után jelezni fogja a fülcimpád, de rohadtul nem izgatott, de mondjuk a köldököt környékén iszonyatosan erektált állapotba kerültél. De az a baj, hogy egy csomó terület mellett mindig elsiklunk. Mert mindig csak egy-két területre koncentrálunk. Hagyd most azt a részt! Menjünk tutira! Csak tolod el! Innen nem menj tovább, nem érdekel a többi. Innen nem menj tovább, nem hagyjuk a könyökömet! Na mindegy, és akkor te jól oltatsz, ide mész? Nem tudom még. Még azt mondják most pont jó, ha gyorsan benyomod, igen. Még kialakul. 2 hét alatt kialakul a védettség, védelem, és mondják. Akkor nem viszed haza. Én azért ott 2 gyerek otthon, most érted, hogyha egy-egy hetet, ha otthon fekszek influenzával. Na majd adáson kívül majd mondok egy dolgot. Felvilágosítasz bennünket? Nem, csak úgy beszélgessünk, hogy meg mint, és akkor azt szerintem át tudom alakítani a véleményedet, hogy miért nem. De nem akarok, hogy nyilván egy rádióműsorban felelőtlenséget mondani, mindenkinek az önálló egyedi döntése, hogy oltat, vagy nem. Tehát senkit nem akarok lebeszélni. Se rábeszélni,
Én azt gondolom, hogy ott van az immunrendszered, nem kell azt ellustítani, tehát melózik az... Egyé vitamin. Zabály vitamin. Egyé zöld. Egyé batyút. Egyé a vitamin. Zabáld a batyút azt. Neked fejeztettük ki, úgyhogy egyé batyút. Batyút? Egyé gyárt. Nem belőlem megy nyaralni, a srác. Egyé batyút. Tudod, mit mondok neked? Hogy egyé batyút. Ne beiglít batyút. Batyút, majd ez az új. Zabály batyút. Egyéb batyút, azt érez jól magad. Na, ha már egyébként erogén zóna, egy újabb kutatás, ami egyébként egy magyar kutatás, méghozzá arról szól, hogy a párok szexuális élete hogy változik meg a gyerekvállalás után. Uh-huh. És hogy nagyon sok minden derül ki ebből a kutatásból, a párok 60%-ának konkrétan tönkre megy az élete, mert hogy nem tud lopott órákat találni magának, vagy a nő kívánja kevesebbet, vagy a férfi kívánja kevesebbet. Ja, lopott órákat, na most nem állt össze. Hát, lopott órákat. Nálad lopott perceket. Lopott igen. Kinél valami nyomozó? Kinél lopott óra, kinél lopott percek, ugye, találni. És hogy nem működik a magyar emberek szexuális élete, végeztek egy kutatást erről, ami bebizonyított, hogy 60%-ában nem tudnak már a gyerekek miatt ugye ellopni apró pici kis másodperceket, perceket, órákat arról, hogy, vagy annak reményében, hogy esetleg uh-huh. együtt tudjanak lenni. Ugye? Ez egy érdekes. Erre fogják, hogy már nincs szex. Na most ez kifogás, vagy ez valójában így van? Ez kifogás inkább? Ez kifogás, ellustulsz, már nem érdekel az otthoni dolog. Szerintem és akkor a gyerekre ágább, fogod, hogy a gyerek miatt nem egy álmos vagy, drágám. Fölébred rá. Uh-huh. Felébred a gyerek. Iskolában van. Ja! Akkor a másik, még csak egy van. Hogy hívjuk ezt bulvárosan, hogy ne legyen nagyon szex központú? Figi-figi, így hívjuk. Jó, az figi-figi jó. Ezt te szereted, ezt te honosítottad meg. Már iskolában vannak, hát már lehet. Persze, ennyi, 8-21 van már, érted? Már gyűrik az első órát, nincsen. Ha nulladik korájuk van, akkor magukra vessenek. Meg bocsánat, a szex szóval mi baj van? Simi-simi, kefi-kefi. A szex szóval mi a baj? Szex, mondom meg, szex. Kérem? Szex. 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 Nincs ezzel semmiben, lehet így is mondani. Mi van, be akarsz pasizni? Mi ez a bugó erotikus? Mi ez a bugó erotikus? Hát csak, hogy fölháborodunk, ezért nincs, ezért áll így a magyar szex, mert beszélni se lehet róla. Pénisz. Hát jó, na most jó, hát majd ott ülnek aztán az NMHH-nál, aztán de majd bocsánat. Jön a csekk, akkor te meg majd eljátszott, hogy a Bali megy be az értekezletre. Bocsánat, nem a Feri megy be, a Bali megy be, a Bali elé leteszik a csekket, a Balika meg aztán befizeti a csekket. Szóljál, beszállom. Punci. Na ez a rossz, nem. Vagina. Vagina. Az oké, okay. Mert orvosi, a pénisz orvosi, tehát ezekről lehet beszélni egy rádió műsorban 8 óra után. Ennyi, hát ez ha ezen most valaki háborog, ezen a három szóval. Én egy büdös fillért nem fogok belefizetni, mert én nem mondtam semmit. Nyugi, nem a te cégedet keresünk meg. Hogy... Na mindegy, szóval, hogy mi van akkor most ezzel? Hogy van? Hogy a magyarok akkor most a gyerekre fogják, hogy nézd. Rossz a szexuális életük, ugye? Így van. Erről szól a hír. Csak alibi a gyerek, hogyha valójában nem akarnak kefi-kefizni. Na, most már kezded átlépni. Kefi? Jó, kutassunk akkor egy kicsit, jó? Hogy, hát sepreges a saját házasztályáért. Nem a ti magánéletetekben, hanem hogy ilyen ellopási praktikákra lennék kíváncsi, hogy ki hogy oldja meg mondjuk azon pároknál, ahol még van erre igény. Ugye? Mert hát ahol nincs igény, azon nem tudunk segíteni, arról most ne írjon SMS, hogy 3 éve a párja hozzá se jut, azt nem tudjuk megoldani. Viszont nyilván nagyon sok pár tud különböző apró kis praktikát arra, hogy milyen sorozatot kell berakni a gyereknek, mivel lehet a gyereket lekötni úgy, hogy 10 percig el lehessen vonulni a hálószobába, tehát milyen apró praktikák vannak. Mm. Mondjuk azoknál, akiknél gyerek van. Hát akiknél nincs, ők még ugye ezt nem érzik ennek a dolognak az árnyoldalát, ők még szabadon, mint a nyulak. Nem majd, ha jön a gyerek. Az egy más világ. Majd rájönnek, hogy ez egy más világ. Gyakorlatilag, hogy csak 3 különböző életszakaszt vegyek orcső alá, azt mondja, hogy teletabi, hupikék, törpikép, törpikék és én kicsi póni. Mm-hmm. Na, most hát kb. Ez a három. Most az én kicsi póni? Persze. De közben ezt te is mondogatod álló szóval, hogy én kicsi póni. Én kicsi póni. Én kicsi póni. Én kicsi rainbow desen. Apa, én nézem az én kicsi pónimat. Nem, én is megnézem addig az én kicsi pónimat. Gyere, én kicsi póni. Nyergelj fel, most én téged. Juliti, hogy loptok? Vágta. Hogy loptok pillanatot? Mi fürdés közben? Már hogy ők fürdenek? Ők fürdenek.
Tényleg? Igen, beborítom a teljes eszcájgot, mert azt nagyon szeretik. Merőkanalat, kis tálat, nagy tálat. Eszcájga, nagymamám hívta, hogy mindig az evőeszköz. Hozd az eszcájga. Ott van a stelázsin. A barátnőmnél viszont nagyon érdekes, mert náluk a Pingu volt a kence-panca mese. Azok nagyon rövidek. Pingu. Rövid a Pingu. Az nekem nincs. Egy idióta pingvin, aki mindig mindent elszúr. Tényleg? Ú, de jó, erre még a Benny nem fűzett rá, úgyhogy hosszú részek, mert akkor kell. Hát mennyi? 10 perc. Igen, mint egy bogyó és babucca. Bázza az a rövidebb. És ők akkor Pingu közben? Pingu betették, ment a Pingu, gyerek ült át a szája, előbb pedig akkor elvonultak, kicsit becsukták az ajtót, de akkor a gyerek még akkora volt, hogy nem tűnt nagyon fel neki. De nálunk most már ugye az a baj, hogy betesszük az eszcájkot. A kádba? Igen. És közben felszállunk az emeletre, és azt hallgatjuk. Ánya! Ánya, megint figyelj! Ánya, gyere lecsapott! Úgy elég nehéz. Mióta vagytok együtt? 10 éve. Még gyerekek, 10 éve még bedobod a gyereket, és még fölrohalsz az emeletre egy kis pinguira, hát azért abban van tűz. Hát, nem? Ezt mi se csináljuk, mondjuk földszintes a tetőn. talán ezért. 10 éve nem voltam az emeleten. Ne legyünk álszatok, tehát én amikor lerakom a gyerekeket, én sokszor elalszom velük együtt, tehát lejövök, kócos vagyok pizsamában, tehát olyankor már csak így ülünk egymással szemben, tehát itt túl sok minden nem nagyon tudunk. De nem mondod neki, hogy csinálj, amit akarsz, én alszom, majd mesél, de holnap. Igen, jó volt te nekem is. Csak ne legyél durva, hogy ne ébredjek föl. Na, kedvedér, itt van egy derékszög. A legalábbis az én férjemen pontosan lehet tudni, mikor van az a tűrés határ, amikor már közbe kell lépni, mert hogy elönti az agyát a minden. Tehát is akkor minden rossz. Olyankor már minden baj, igen, és akkor pontosan tudom, hogy most már nem az a baj, hogy későn értünk haza, vagy hogy nyűgös, vagy nem kapott időben vacsorát, vagy bármi, hanem ott már akkor már cselekedni kell. Tehát ott már nincsen appelláta, olyankor már nincsen behalszom. És akkor megrázod magad. Igen, olyan már nincsen, hogy behalszom. Hiszen mégiscsak eltelt egy fél év. Hanem akkor kikelek a gyerekek mellől, felveszem a kis tunikát, vagy akármit, és akkor lelippenek. De miért gondolt, hogy pizsamában nem kíván téged a férjed? A Mirónak nincs olyan idegállapot, amikor ő neki ne jönne össze. Na, hát erről beszélek. Én egy nagyon szerencsés tőle. És akkor félfüllel ott hallgatod, hogy játszik-e még az eszcájgal, félfüllel bent a szobában. Igen. Uh-huh. Igen. És nem jön neki a kádból? Mert a Bennynek simán kimászik már a kádból. Bemegy, kimegy, kiszed valamit, nem, beviszi tudjuk, szőnyeget. Ha kapnak néhány fakanalat, meg vödröt, meg ilyesmit, az neki pont az a 10-15 perc, amíg az nagyon leköti őket. Tehát arra a 10-15 percről nem jön neki a kádból. És, de hát ezt már múltkor beszéltük, hogy ugye gyakran 3 perc is elég. Tehát, hogy az a 15 perc, az egy ilyen eszencia. Hmm. Úgyhogy meg víz nem kell bele, csak jó beszapanozni az oldalát. És akkor már nem tudnak kijönni. Csúszkáznak kicsit, hogy kaparja a falat, igen, átcsúszik a másik oldalra. Hát de igen. Mi ez pervers? Tessék? Ez pervers? Hogy berakod a gyereket pervers? A kádba? Hát igen, és közben ő lent, néha sivakodik. Dehogy is. Miért lenne nem, az összes többi az igen, de ez nem. Néha már ilyen túlélő túrának érzem azt tényleg, tehát hogy valahogy megpróbáljuk meglopni azt a kevéske időt, és hát ilyen ez. Túlélő túra, mi van bozót is? Kimegyünk a sufni mellé. De hát ha máshogy nem jön össze, akkor néha igen. Na mikor alszanak el a te gyerekeid? Este? Olyan este 9 óra fele. És akkor te már kész vagy 9. Akkor az ember elfárad, nem? Persze. Nem, az a baj, hogy elalszik azért, de várj, tehát nem úgy altatunk, ahogy ti, hogy én úgy tudom, hogy ti lerakjátok a gyereket, és az alszik. Persze, ráadjunk dobjuk kézigránátot, hogy bezárjuk az ajtót, akármit akar. A gyerek jönne még ki az ágyból, csak záróan az ajtó. És sötét van a szobában, nem találja a kijáratot. Úgy érted? Úgy könnyű az altatás. Alvi van, zicc, kettőre a kulcsot. Lámpa, Leo. Ennyi. Nem van egy hűtőszekrény náluk, ha éhes, akkor eszik. Szúrtam el 6 évvel ezelőtt, amikor annyira kimerült voltam már, hogy bevettem az ágyba, és azóta a Milán igényli azt, hogy ott aludjak el mellette. Nagy hiba. Beengedni a közös ágyba, az bizony nagy hiba. Ezért jöttélek, hogy a kulcsra zárható a gyerekszobának az ajtaja. És akkor az ajtós csodálkozik rajta, hogy és lesz még egy 4 pontos hevedelzár is, jó, de az erre a szobában. Csak kívülről nyitható. Igen. Azt írja egy hallgató, az én szüleim egy zacskó dunakavicsot szórtak ki az udvarra, mire összeszedtem, végeztek. Kisfiam, jó szórakozás. Én annyira emlékszem, kislány vagyok, kislány voltam, és ez nekem egyébként egy ilyen trauma. Na, rájuk nyitottál? Nem, de pontosan tudtam, hogy mikor vannak együtt. Mert hogy behajtották az ajtót. És egyébként meg nem. Anyád ordított, mint a sakál, vagy mi van? Nem, sőt volt, de hogy emlékszem, hogy megszólalt valami zenemre, föltettek valami. Apád makogva élvezett? De
apa, mit csináltam? Jaj, annyira tudtam, és rohadtul zavart, és emlékszem, hogy egyszer kimentem tüntetni az előszobába. Azt milyen, azt tudod, hogy milyen lemez volt? Nem. Hát, ha jön, akkor mindig megválod, igen. Nem egy 100 font Celsius. Amint a anyámék, azok behajtották az ajtót. Hát jobb lett volna, mint egy nyitott ajtóval csinálják. Nézzük a jó oldalát, nem? De lehet, hogy akkor egyáltalán nem tűnt volna föl, hanem abban a pillanatban elalszom. De úgy ment a tégében. Ja, hogy a behajtott ajtó legyen. Villozott, igen, és akkor így csendben úgy becsukódott. Na, micsoda fertő. Na, megnézzük akkor, hogy hallgatóink hogy csinálják, jó? Ki hogy lop, mit csinál, mi a praktika? Hogy próbálnak egy-egy lopott percet ellopni a gyerektől mesenézés közben, reggelizés közben, vacsorázás közben, fürdés közben, kinek mi vált be, kinek mi működik. Várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3-9 lesz pontosan 8 perc múlva, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk! Arról beszélgettünk, hogy egy állítólagosan gyermekvállalás után a magyar házastársak élete megváltozik, és tönkre megy a szexuális élet. Az okokat nyilván sokféleképpen lehet magyarázni, nem is erről akartunk beszélni, hanem arról, hogy akiknek ugye gyereke van, azok tudják, hogy miről van szó, mindenféle praktikát, trükköt, tévéműsor, csokit, ajándékot, feladatot, rajzolást, festést, szabadban játszást lehet bevetni annak érdekében, hogy a párok egymásra találjanak, és legyen néhány lopott percük. Ugye hétvégén, szombat reggel, vasárnap reggel, este, mesenézés közben, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk tippeket, hogy hát ki hogy oldja ezt meg? Ki hogy próbál lopni? Ki mit csinál annak érdekében, hogy hát a szexuális élete ne legyen egyenlő a nullával a gyermekvállalás után? Nagyon jó ötletek vannak, meg jó tippek egyébként, ezekből lehet meríteni. Mi a párommal mindig elmegyünk spenótot főzni, a gyerekeknek ezt mondjuk, mivel utálja, kb. 11 percig tudomás se vesz rólunk. Pont elég egy háromszeres gyakorlatra, a háló a konyha mellett van ide egy hallgató. Nekem 2000 forint a nappali menet, ennyibe kerül a játszóház egy órára a két gyereknek. Nagyon okos, és ha van olyan, ahol ott lehet őket felügyelet nélkül hagyni, hát az parád. Igen, csak azért oda beadod, ott kell maradni, tehát ha hazamész, akkor tehát azért az egy melósabb. Vagy a játszóházba rángatod be a mamát egy félre első ugrálóvárba, és akkor ott próbálod esetleg. Írják sokan ezt a francia drazsét, én ezt nem ismertem, szétgurít, mire összeszedik a gyerekek, mi kész is vagyunk, jelzés értékű a vásárlása, a férjem szeme ma is felcsillant, 21 év után, ha meglátja, tudja miért vettem, írja Móni. Kis drazsé, apu. Kis francia drazsé, igen. Szombat reggelente az első osztályos gyerkőc élvezi, hogy mesét nézhet suli helyett, persze a saját kis birodalmában, ilyenkor mindig van fél órán kettesben, ezt Renni üzente. Az én gyerekemnek egy nap ötször kellett fürdeniük. Szóltam nekik, mire ők tudomanya fürdünk. Őre kicsi. Fiam, már egy éves vagy, ülj le és tanulj számolni. Fél óra múlva még megkérdezlek, de addig csak magadban, írj egy hallgató. Az zacskó zizi szétszórása az ágy alá, amíg a gyerekek szedték az zizit, addig az ágyon elrendeztem a mamát, nagyon nagy, ezt ugye többen írták. Azt mondom a kölyöknek, hogy anyu nagyon beteg, ne gyere be, mert elkapott. Jó! Elkapod. Megyek, megbérem a lázát. Denis írta. Meghőbérőzöm anyót, jó? Igen. A két gyereket leküldjük a közérbe, ilyenkor van legalább 5-7 percünk, ez egy klasszikus, ugye, hogy menjenek el otthonról. Anyósomék azt mondják a párom kisugának, aki 6 éves, hogy pókot keresnek és bezárkóznak. Pókot keresnek. Sose fog benyitni a gyerek, mert retteg a pókoktól. Meg van már a póka. Igen. Hajnalban, amikor még alszanak, fürdőszobába osonás, este fektetés után, vagy amikor suliban vannak, 10 év után 3 gyerek mellett, ezt tündekülte nekünk. Germici C, altató és nyugtató hatású kúp, írja Olivier. Az már egy haladó technika. Az haladó, de azt hiszem, az homeopátiás. Tehát az nagyon ártani nem árt. A Germici C az egy homeopátiás tudsz, de minden esetben a gyerek kicsit bebódult tőle, az... Na, mind a kettőt, gyertek ide, egy-egy felest legyomtok. Azt a feleket. Puty-puty. A nagypapa csinálta. Házi. Mi a mamával adunk a gyereknek egy 500-ast, hogy menjen el a kocsmába fröccsözni. Ó. 40 éves munkanélküli, ja. 65-67 évesek vagyunk. Tessék. Na hát várj. Nem áll olyan. Kamu, nem? Igazi? Hát nekem kamuszagú azért. A mamának lóvét, hogy menjen el fröccsözni otthonról. A 40 éves gyerek 500 forint. Szállj el van a végén, most látom, ne? Kamugé.
vettünk a C500-ast a gyereknek, mert 40 éves is. Kettő fröccsike, fiam. És mennyi a kocsmába, így meg két fröccsöt, a papa meg a mama addig vidáman mulatja az időt. Nem veszik, mert sok smiley-el volt, tehát valószínűleg egy kamu, igen. Lopott percek a családi házban, mert hogy ott lakunk, beraktuk a kocsi volánjához, imád vezetni addig mielőtt. Mekkora ötlet. Az én szüleim vagy este csinálják, amikor már alszom, vagy bezárkoznak a fürdőszobába, és ott amúgy nagyon szeretnek szexelni, még mindig, pedig már 17 éves vagyok. Így a Zsolti. Egyébként szörnyű, amikor így fiatal kamaszként hallod őket. Az szörnyű. De miért? Hát tök, az nem volt ilyen, hogy áll, amit a Júli elmesélt, hogy állsz kint az előszobában és hallod őket? Ne, nem, akkor disznó mindig hangosabban visítja. Az is igaz, hogy neked a szamárbőgés elnyomta. Gondoltam, inkább én mondom. Menjön fejként, hajtsd bár ki a tenet a legelőtt. De hát most hajtottam be, de hajtsd ki, olyan vékony a horvata. Éhes már, hogy bőg. De tényleg veled mi volt? Kicsaptak a legelőre a libákkal? Persze, nem is kötöttek melléjük, de az a biztos. Csontot raktak a nyakadba, azt elküldtek a szamára, vagy hogy volt? Én nem, addig a kutyák húzkodtak engem az udvaron. Az nagyon király. Nálunk 8-kor alszanak a gyerekek, utána kezdődik az élet. Bogyó és Babóca, aztán egy gyors szaxi a fürdőben. Legalább egynek legyen. Az ellentmondást szeretem, a Bogyó és Babóca, igen, és a felnőtt megtestesülése, igen. Gyerekek, egy jó Bogyó és Babóca, megmondom neked, hogy 6-7 perc körülbelül. Annyi, mint egy kisvakon. Ilyen 6-7-8 perces epizódok vannak. A Babóca egy rossz is pont ugyanennyi. Abból nincs rossz. Aha. A Bogyó és Babóca a legkirályabb. Nagy Jég két utcára laknak, egy áldás, ír egy hallgató, hát az úgy könnyű, persze. Na jó, de akkor is oda, azt is meg kell tervezni, oda kell szólni, át kell vinni a gyereket. Hogyne, hát az már amikor ilyen adhok jellegel. Igen, mert hogy persze, mindenki leadja a gyereket hétvégére, vagy egy napra, akkor utána megoldod. De hogy amikor úgy hirtelen kell. Praktika, kisfia, menj ki az udvarra, aztán ajtó csapódik, kattan az ár. Kevésbé gyermekbarát, de ez is nagyon-nagyon jó. Na jól van. Én felmostam. És kiabáltam, hogy vigyázz, nagyon csúszik. Ne gyere be, amíg felszárad. Ne gyere be, amíg fel nem szárad. Jó, igen, jó, be kell útrázni a vizet, és akkor még igaz is. Valaki azt írja, nekem beszórtak az ágyra egy kiló babot, hát ez ugye még a régi francia drazsés klasszikus előtt lehetett, igen. Kérdezzétek meg Pista bácsit. Igen. Jól elcsesztétek a napomat. Én azt hittem, szerettek a szüleim, azért kaptam annyira annyi francia drazsét, gyerek. Na jó, hát körülbelül ilyen SMS-ek jönnek. Igen. Oh. Oké. Okay. Jól van, hármas ugrást játszunk, már is itt van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Gina? Vagy Gina? Igen. Gina. Gina, van gyermek otthon? Kettő, és jön a harmadik. Akkor nektek van taktika, hogy kell egy kis... Nálunk is bejött a fürdőszoba. Fürdőszoba? Tényleg? A legjobb. Hát vagy mi vagyunk bent, ő meg a mesét nézi, mondjuk neki teljesen mindegy, tehát, hogy Bogyó és Babóca, Spongyabob vagy bármi, mert ő tátott szájjal képes bármit nézni. Jó is az. Vagy pedig ő ül a kádban, és akkor vettünk neki, hogy hívják ott szappankrétát, és a csempe az gyakorlatilag mindenféle színben úszik, mikor bemegyek érte, mert esetleg mi végeztünk. De csak boldogan mosolyogsz olyankor, hadd ússzon színesbe. Könnyen lemosható, úgyhogy nincs gond. Jó, és az valaki azt írja, 34 évig nem hallottam a szüleimet. Tavaly otthon kellett aludnom 2 napot, és végig hallgattam a pumpálást a Potemix-el. Azóta nem tudom kiverni a fejembe. Tényleg, amikor így hazamész otthon aludni. Ugye hát attól azért elszokik az ember felnőttként, hogy hazamész egy éjszakára otthon aludni, igen. Jól van, Gina, honnan hívtál minket? Dorogról. Mit csinálsz otthon? Gondolom, két gyerek. Hát igen, most itthon. Mekkorák? Előtte a nagyobbik 4 éves, a kisebbik 4 hónapos, és ugyanúgy szeptemberre várjuk a harmadikat is, mint a kisebbiket. Az komoly. Hát akkor a két kicsi között nem lesz még egy év se. Vagy egy talán év, egy év. Talán egy év, igen. Jó is ez. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Abszolút vihető? Igen. Azt mondod? Uh-huh. Igen. Na, megnézzük. Így szól az első kérdés, dedikált Egér Alátétért. Melyik regény főhőse Nyilas Misi? Légy jó, mint halálig. Négy van. Bizonyám, menjünk tovább. Persze.
Így szól a második kérdés, dedikált miért? Mit adunk? Egérpad vagy szatyor. Szatyor, igen, az nagyon klassz. Hogy nevezik a geometriában a 180 fokos szöget? Sík. Nem. Mondjuk ezzel én is meglettem volna lőve. Szög. Ez az egyenes szög. Egyenes szög. Ja, egyenes hát a szög. Sík az egyenes nekem. Hát jól indultál el, jó igen, nyomon voltál igen, egyébként. Igen. Igen. De egy matek tanárt azért nem tudnál meggyőzni ezzel az érveléssel. Sajnos nem. Igen, ez az egyenes szög. Mondja, Gina? Egyébként ezzel az elhízásos témával a párom ő is szakács, én is az vagyok, és 90 kg 195 magas, megeszik 6 szelet kenyeret és nem hízik. Én amikor dolgoztam a szakmában, akkor 90 kg voltam, mióta nem dolgozom benne, azóta 20 kg fölöttem még pluszba, tehát azért ez eléggé... Hogy nem mindig van összefüggés, azt mondod, igen. Igen. Jól van, Gina, köszönjük szépen én a játékot. Köszönöm. Nem tudunk neked ajándékcsomagot adni, ne arra. Nem baj, tavaly összeszedtem egy bögrét, megvertem a Janitot. Na, mi fekete fehér, igen? Nem, az utcán. Igen, abban. Nem, dorogó, mikor dorogó járt, igen. Oké, köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello, hello. 3-2-1. Készülj a következő megmérettetésre. Mi van? Utána néztem ennek a Potemix-nek, én ezt nem tudom, hogy ez mi. Nem, azt hittem, hogy valami bluff az egész. 10-15 éves a legjobb barátod lesz. Igen. Ne aggódjál, most meg 10 év múlva be sem kell neki mutatkozni, igen. Na jó van, 10 perc van, pontosan 9 óra, egy rövid zene, és már is itt vagyunk. 8 perc van, pontosan 9 óra. Na hát most mit szólsz? Látod, a végén még megkedveled a teniszt. Azt nem, de ja, azt hittem, hogy... az előbb elhangzott dalról beszélni. Avidant? A kis izraeli kisfiút? Akit kislánynak gondolnám? Ennyi idő után is, hát minden. A víz is földob időnként minden. Na hát kiesett a kis Ivanovicsod. Szegény. Na tudod? Gyönyörű pedig. Na. Az utolsó kapcsolatodat is elveszítetted a sporta. Nem volt erős, hogy úgy mondjam, ez a kapcsolat, de ennyi. Még Gyokóval nyersz gyorsan egy 20 ezeres majd tőlem, ha megveri a Nadalt a döntőbe, aztán meg vagyunk. Na gyerekek, kedva, régen volt nálunk Kassa Tibi! Hey! És most se jön! És most se jön, kint ragadt bankokba a tüntetésem. Nem, a tüntetőkkel kapcsolatban tényleg csak annyit kell elmondani, hogy ugye az egyik követelésüket teljesítették eddig a sok közül. Az a követelés az volt, hogy Kassa Tibi menjen haza. És lőn. Igen, ott valami nagy tüntetés van, gyerekek, most ott odakint. Odakint a tánat most nagyon. Bizony. Igen. Keményen ütik egymást a srácok, de a reptér még szabad, úgyhogy aki megy, az hajrá. Igen. Na jó van, én viszont most nem leszek. Hova? Mi van? Itt most? Hagylak benneteket. Elmegyek. Menjél. És jövök hajnám. Reggel. Teszem Őrire? Persze. Kire? Őrire ne tegyél egyébként, azt is elveszted. Ki játszik? Féderen holnap. A Mörivel? Mörivel, de ne tegyél rá. Majd egy okorra. Möri biztos, hogy elveri Féderre. Neki húzogatod a bajszát, aztán megint már 40 mínuszba leszel akkor, úgyhogy engedem. De most engedem. Nem mondtam, hogy ennyibe fogadunk. Jó, beállom. Mit mondasz, János? Hát... Mit adnak az occok? Engem csak a sport érdekel. Jó vagy! Figyelj! Ebben most kivételesen igaza van. Tényleg? Persze. De ez csak holnap, hát ez nem aktuális még. Holnap meg tudjuk tenni holnap is. Így van. De szerintem egyébként csinálj, mit akarsz. Na, szerintem egyébként teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Egyéb batyút. Hát, most mondanám. Tudod, mit csinálja? Megmondom. Na mit, mi? Hogy csináljuk? Hogy jó legyen. Norbi, mit csináljunk? Egyéb finom batyút. De mit, Norbi? Egyéb finom batyút. Tudod, mit mondok neked? Ezt mondom neked. Egyéb finom batyút. Csinálj, mit akarsz. Egyéb batyút. Jó van, gyerekek. Na, itt hagylak benneteket. Jó, birkozzatok meg egyedül a nagyszájúval. Jó. Adjatok neki, tépjétek meg. Nem, mert igaz a hír, nem kíméljük. Nem, mert vele egy stúdióban lenne. Ne, annyira összevesztünk, hogy nem. Ha ő jön, én megyek. Ketten itt már nem férünk el. A két akkora arc itt már nem fér el egymás mellett. Úgyhogy jövök holnap 9 órakor, jó? Ám legyen. Vagy nem jövök 9 órakor. Holnap 9-re jössz? Bejövök, hogy benézek holnap 9-re. Nem, holnap 6 órára. Mondjad? Még egy hétre itt hagyod a baránt? Mert hogy kicsit izé. Megkívántad? Nem, csak hogy érted.
az lassan mindjárt elmászik. Így, lassan már kis csicsát is tudnánk belőle csinálni. Kérem? Kis csicsát, ez egy alkoholos ital, csak sokat kell köpködni. A legjobb kálium forrás egyébként, csak mondom, a kálium hiányos. Aha. A gyermeked, akkor egyél neki banánt. De nem az. Ja, nem. Egyéb baj. Az. Jó van, na holnap 6-kor akkor ügyesek legyetek, hallgatlak benneteket, jó? Holnap 6-kor jó, legyünk ügyesek? Tépjétek meg a nagy arcút. Láttátok milyen nap barnított? Láttátok, hogy néz ki? Mocskos, undorító, szemét, provokatív. Hogy olyan barna, hogy ezt el nem tudom mondani? Hát figyelj, sütött a nap, ráért, pihen, napozott. Hmm. Legalább ennyi jut nekünk a nyárból. Igen, látunk egy barna ember. Jó van, Kassa Tibivel jöttök akkor a hírek után, holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ja nem, szia! 9 óra múlt 9 perccel, szevasztok, jó reggelt! Több megoldás is érkezett azzal kapcsolatosan, hogy ugye hova tűnt el a főnök. Hát az előző óra témájához kapcsolódóan Benny már nyilván óviban van, tehát neki haza kellett sietni. Egy baj van, Viki viszont velünk maradt. Hát, jaj, várjál, nem jött nyomtalnak. Bocs. Úgyhogy ennyi. Gyors közlekedési infók, M1, M7, Osztyapenko után befelé belső sáv 3 autócsat, rendőr intézkedik utána, üres a pálya, talán hamarosan elmennek onnan. Driver írta, a 4-esen Szajolnál Debrecen felé trafiznak a pihenőből, Sanyika, M1-es 78-as kilométer Győr felé kamion lerobbant a leálló sávban, Béla papa küldte az évekós nekünk. Köszönjük. És eljött a mi időnk, kedves BKK fanok. A 3-as és a 62-es villamos helyett a Bosnyák tér és az Őrsvezér tere, Kőbánya megállók között pótlóautóbuszok járnak. És semmi figyelmeztetés, hogy a pótlóautóbuszok a felszállásnál vigyázzanak, mert a nyílt útpályára lépnek le. Nincs nem, ilyen? Nem, a szokásos tiszteletkörök közül csak a kérjük utasaink türelmét. Köszönjük szépen, tisztelt utasai, tisztelt BKK. Elérkezett az idő, hölgyeim és uraim, itt van a férfi, a hímálat, a félisten, akit nem láttunk, ja, a Csoki Barna, mutatja magán, köszönöm szépen, az ember, akit nem láttunk egy hónapja, sanyarú sorsa őt külföldre kényszerítette adósságai miatt. Így van, Mr. Testosteron visszaérkezett Magyarországra. Minden kedden a Hungária és az Ündői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Ferri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TB for President! TB! TB! Kakakasza TB, kakasza TB, ma. Welcome home! Szabadikább. Tibi, hát megmondom neked őszintén, hogy nem hiányoztál, de most jól látni, de jó látni téged megint. Van, egyébként kaptam egy üzenetet a Facebookon, szintén ugyanez a kettősség volt benne érezhető, azt írta, hogy Tibi, nagyon utállak, de bírom a búrádat. Hmm. És hogy duhajsz, hogy dolgozta ő föl? Hát ez a szeretlek is, meg nem isnek volt egy ilyen kommentrezsőre szerintem. De egyébként mindenki azzal fogad, hogy nem is vagy annyira barna. Tehát erre szeretnék reagálni, hogy szerintem a világ legparasztabb dolga kimenni télen egyébként, és nagyon-nagyon barnulni, úgyhogy egyébként ennek a 3/4-ét a reptéri szoláriumba szedted föl, mert egyébként annyira szerintem, hogyha kened magad, mert nem akarsz bőrrákot kapni, mert nem azért mész, hogy megbetegedjél, hanem nyaralni mész. Nem is vagy olyan barna, és tudod, berágok, elmegyek egy ilyen csoki cső ízére, tudod, befekszek 5 órára, azt kijövök, tudod, ilyen térképbe hámlik a fejem, tudod. Nem, itt ez egy, egyébként ez nem is vagy annyira barna, ez egy pici kis vigasztalás. Saját magukat vigasztalják azok, akik rád nézik, és akkor... Nem is vagy annyira barna, akkor kidobott idő volt magyarul. Semmi értelem nem volt kimenni, én nem is megyek ezért. Igen. És tulajdonképpen meg figyelmes vagy, hogy nem barnulsz le. Igen. Ugye? Tehát hazajössz, és akkor nem az van, hogy na a rohadék. Én ennyire, én ennyire emberi vagyok, érted? Tehát, hogy ilyen magasról is lehet ennyire érezni azt, hogy hogyan tudok azonosulni. Tehát nem változtál semmit. Érted? Tehát ez a fajta emberség, ez a fajta tapintat, ami benne így megvan. A másik egyébként, amit ugye sejtettem, hogy kérdezni fogtok, hogy mi újság az ajándékokkal. Mi újság az ajándékokkal? Mi újság? Hát neked itt van egy félig megivott energiaital. Jaj, nagyon szépen köszönöm, rajta van a DNS-et, hadd nyalom le rögtön. Nem, az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültem,
Mindjárt elmondom miért, de így is hoztam nektek egyébként maradandó ajándékot. De neked maradandó, vagy nekünk is? Ez, nem, hát próbáltam olyat hozni, amit azért nem tud akár kijönni. Én csak például... fülgörvás képeket kértem Manóról, azokat meg a Facebookon meg, megtaláltam. És egyébként készültek neked olyan verzióképek, amit azt mondtam, hogy én próbáltam egy határesetre komponálni, de úgy éreztem, hogy nem küldöm el. Nem érdemlem meg. Hát talán igen, talán megérdemelted volna, de mindegy. De a lényeg, hogy hoztam nektek ajándékot, hogy szeretném is átadni. Jani, neked hoztam egy nagyon-nagyon jó energiájú táj kisfiúnak egy ilyen varázslatos pillantását. Nagyon szépen megtanultam. Oh, nem, mert ez már nekem hoztam sok munkaidőben. Egy táj transvestitának a dobott pusziát. Begyakoroltam. Ferényeket pedig ugyanaz hoztam igazából, amit tavaly egy jellegzetes tájtőmény ízét a számban. Köszönöm szépen, majd nyalom. Fogad sok-sok szeretettel. Lefegyelt ki a csömbröt. És van egy kicsi alibim egyébként, mert a tüntetés kapcsán csak beszélgetünk. Na. A tüntetésről. Hogy azért volt ez nagyon bosszantó, mert pont az arra két napra esett a tüntetés, amikor visszaértünk ugye Bangkokba, és pont erre a két napra volt egy múzeum maraton. Aha. Beütemezve, hogy megyek a páromban, és nem mertem, jött volna egy kimódott a wellnessből. És tök idegesítő volt, hogy már mindjárt indult a gép, ugye még nem vettél semmit, és a tüntetők pont közted és a tax-free shop között. Egyébként tényleg ott vonultak. De azt mondta, hogy hülyeskedsz. Tényleg? Konkrétan, hogy a tüntetők alapvetően a plázáknál, meg ilyen különböző olyan csomópontoknál vannak, ami a turisták által nagyon látogatott, nyilván ugye így tudnak nagyobb nyilvánosságot kapni. De azoknak mondom egyébként, akik most készülnek, vagy ismerőség szeretteik mennek, hogy ezt technikailag úgy kell elképzelni a helyszínen, mert úgy ki is mentem egy kedden, pont kint voltam a tüntetők között, hogy onnan bejelentkezek, és tudod, próbáltak kitolni, de hagyjatok, mindjárt hívnak a Balázsék! Mindjárt hívnak a Balázsék! Jön egy SMS, na arra, hogy Tibi, megcsúsztunk, ma nem hívunk. Közben macsettás hősökkel harcoltam. Ezt úgy kell elképzelni ezt a tüntetést annak, aki megy, hogy ez egy jelen pillanatban egy abszolút békés demonstráció, hogy én mondom, két napot is ott voltam és láttam. Csomópontokon vannak lezárások, a színpad van állítva, ott ülnek az emberek gyakorlatilag a főutak közepén, és ott piknikeznek, meg integetnek, meg mosolyognak. Tehát nem ezzel van a baj, nem acsarkodó, macsettás tájokat kell elképzelni, ott rohangásznak, meg nem tudom, egymást lövöldözik, nem tudom, különböző páncélöklökkel. Ugye a baj abból van, hogy időnként azért tud arra menni egy motoros, azt egy ötöt belelőni a tömegbe, hogyha éppen olyan van. Tehát, hogy ilyen tud azért lenni. Hát mert most ilyen robbantások vannak. Jaj, de hát akkor nagyon elfajultak már a dolgok. Ezt ne csináljátok. Pont ez van, hogy lezárták a repülőteret. Nem zárták le a repülőteret. Tehát az, hogy valaki elkottyintja, érted, megírja valamilyen bankoki portál, hogy terveznek majd esetleg ilyet, hogyha nem érik el. Itt már úgy jön le, hogy lezárták a repülőteret, ledózerolták. Ugyanezt, tehát, hogy nem kell ezeket eltúlozni, nyilván jelen pillanatban én még a fegyveres harcokat nem láttam, volt ott egy-két ilyen, oda megy valaki, ezt oda lő, tehát hogy nyilván próbálkoznak valamit kóstolni. De azért a biztonság kedvéért te is a Bánkító partját javaslod azoknak. De én is a velem tényörű, hely kész, így van. De ugye, és a másik, ezek a járattörlések. Mindig mondja, mert a járatokat, törlik a járatokat. Ne, ugye arról van szó, hogy pontosan a híresztelések miatt mondjuk egy légitársaságnak van 5 gépe, visszamondja nem tudom, 20% turista, azt akkor egy gépet letörl a légitársaság, mert hogy nincsen rajta utas. De ez nem azt jelenti, hogy alulról bazuk meg váról indíthatóval lövik a gépeket, és ezért nem mernek berepülni ott az emberek, meg kővel ledobálják a repülőgépet. Tehát, hogy alapvetően ez egy békés tüntetés. Nyilván ez egyébként egy óra alatt tud fordulni, és tud ebből lenni baj. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki menjen be, és ott fagyízzon benne a tüntetésben, mert lehet az, tehát nyilván ez lehet. De te is azt mondod, hogy Borsodban is van. De én is mindenképpen azt mondom, hogy a szadai kilátónál nincs szebb az évnek ebben a szakában. De azt el kell mondanom őszintén, hogy nem a tüntetés, nem a nehezen megvásárolható ajándékok, és nem az a meghiúsult múzeum maraton, ami ma böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Szóval azt mondod, hogy aki keletre akar menni, az menjen mondjuk Egerbe. Mindenképpen. Jól van. Egyébként el akartam neked, a másik, meg akartam csinálni neked, hogy lefotózkodok Travival, de a fotót külön nem adták, azt mondták csak, hogyha megcsinálom. És? És mi volt az akadály? Ja, semmi, itt a fotó. Semmit már is mutatom. Nem, hogy ez egy hazaérkezéses böki a csőrömet, már ez már itthoni. Egyébként rohadt nagy, hogy mi az, ami itthon először szembeötlő dolog.
Az első dolog, bementem, gyorsan elmentem vásárolni, és egy ilyen átsorolás volt, nem ez a bökélt sör, mert csak mix-t elévetem, elmondom, hogy mi az, amit itt... Mahaszlista rajta vagyok. Nem vagyok rajta, ezt nem hiszem. Mondjuk az először dalt kéne írni. Na, minden a lényeg az, hogy megyek, sorolok át egy csávot, de éppen piros lámpa van, tehát semmi nincsen, csak sorolnék egyet jobbra. Figyelj, jön az autós, teligáz, én voltam itt előbb, mellém ér, benéz, meglebegteti a vipáráját, csőre tölti a 9 mm-esét, egy baseball ütőt meglobogtat, majd elgurul a 3 méterre levő piroshoz. Tehát, hogy valami, és ebben a harcban mutattam neki, menjél, nekem jó, itt, előtted is jó, mögötted, mindenhol jó. Tehát olyan iszonyatos feszkó van, tehát hogy ez első, amiből tudod, hogy itthon vagy. A tuktukosok nem harcolnak? A tuktukosok azok minden hétköznap harcolnak egyébként, azért, hogy nem így. Hogy a kamu bizniszeket kössenek, hogy el tudjanak vinni a szomszéd Szabóhoz, mert azért van nekik pénzük. Na, bökélt csőrömet. Hogy gyakorlatilag most a telefon is ott tart, meg minden eszköz, meg mondjuk Ázsiában konkrétan retina szkenneléssel tudsz már BKV jegyet venni, vagy nem tudom, metró jegyet. De nálunk van egy szakkör Magyarországon, egy ilyen titkos társaság, akik állnak a fizetőautomatáknál, falhoz dörgölik, szabványosítják a 200-ast, földhöz dobálják, vasalgatják a papírpénzt. Igen. Hogy gyerekek, hogy ezt a rohadmányos, tehát vagy a pénzgyártást kéne megreformálni, vagy az automatákat, de a kettő valahogy nem kompatibilis. Parkoló automatánál akarsz fizetni, és a 100 meg a 200 forintost nem veszi de be. Mi? Tehát, hogy ott de mi várjál, van? Az egyiket nem veszi be, a másik ugyanolyan. Ugyanazon a gépsoron, ugyanabból az anyagból, ugyanolyan értékben gyártott 200 forintos bevesztés. Azt meg igen. És akkor elkezded a kocogtatás, várjál, csak fémhez. De akkor, amikor látom, hogy a falon van az a karisnyom, mert ugye minden automata mellett látod, hogy a falon ott van a karisnyom, tehát ugye ott próbáljuk mi szabványosítani a rossz 200-ast. Ennek az elgondolás, hogy akkor egy kicsit nehezebb lesz, majd összeszed majd egy kis vakolatot, vagy fémhez. Mivel van fémhez kocogtatod, mert föl van töltődve. Azt mondjuk a profik, hogy ugye így, ahogy a zsebedben dörgölődik, akkor van egy elektrostatikus töltése, és ezt ki kell sütni a fémen, akkor beveszi. De mi, a részélű is? A részélű az igazán. De figyelj már, és akkor tehát most akkor melyik a jó megoldás? Tehát a falon csikorgassam, hozzávágjam az automata oldalához, de van a másik verzió, amikor irtóztató módon földhöz vágom. A legkevésbé látványossal kezd. Tehát, hogy a látványos földhöz vágom, az legyen már a vége. Kocogtat, dörzsöl igen. A falhoz, földhöz vág. Így van. Jó, de akkor melyik lehet a tuti? Mert azt látom, hogy ez egy ilyen klub, hogy ott dobáljuk, korcolgatjuk. Nem lehet, hogy egyszerűen csak ezt a rohadmányos automata rendszert kéne valahogy egyszer szabványosítani? Tehát, hogy igen, ez, vagy lemondasz a napi tudod? 6. M&M's csomagodról. De szemétlád, ez parkoló automata, nem csoki automata, ez szemét. A másik ugye a papírpénz dolog, tehát amit papírpénzzel lehet bűvészkedni ebbe, de tényleg, az meg eleve a kétharmadánál már szerintem eleve le van ragasztva, meg be van öntve betonnal, hogy abban ne is dugjál semmit. És ha kicsit meg van gyűrődve a sarka, akkor elvérezti az 500-assal. Tehát nem fogja... Nyálazod, kiegyenesíted, megpróbálod másikot. Megnyálazod a pénzt. Ha kezdett, nem az újadat, megnyálazod, és akkor kihúzod, ahogy hívják ott a gyűrődést. Ha úgyse, akkor megpróbálod a másik oldalról betolni, úgyse fogja bevenni egyébként. Nem mi? Nem. És akkor ott állsz, akkor visszasétálsz, váltasz aprót. Ha találsz, mert ugye a boltos úgy elhagy téged anyádra, nem? Mert ugye ő aztán gondol aznap a 100. vagy a 2000. Hát engem anyámra nem szokott téged, igen, de értelek. De a pénzt semmiképpen ne nyálazd meg, mert hogyha mondjuk annyiból jó, hogyha megnyálazod a pénzt, és utána életben maradsz, akkor biztos, hogy nem kell oltatnod influenza ellen, mert olyan immunrendszered van. Pedig erre hogy tudnak kötni? Megszopogassunk egy 5000-est, így hát, csak így együtt, legyen ez egy kis rituálé, most ezentúl minden kedden. Készpénzt nyalogatunk együtt. De jó már 20000-es, ne legyen ilyen kicsinyes. Jó, nyalogathatunk azt is. Jó, akkor a selejtesen működő automaták milyen szinten bökik jogosan a csörmet? Mi van a ítélet? Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Ezt meg kell adjam. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Ezért érdemes volt hazajönni. Tibi a király. Tibi a király, de jövő héten ne gyere. Igen, bármennyire is. De jó, nyomjál egy egyest is, hogy azért mégiscsak meglegyen a buké az érkezésnek. Melyik ez? Indokolatlan csörbökés. Ez egy kicsit rossz így, mert másonnan indítottam. Mindegy, engedjük ezt el. De nem azért húztam az időt, a tájföldi élményeken... Nincs itt a főnök, aki devanozik veled. Mi nem szállhatunk csak ebbe bele. Nem azért húztam az időt a tájföldi élményekkel, nem azért hoztam már rögtön egy ennyire indokolt csörbökést, mert esetleg nincsen valami a tarsolyban. Biztos vagyok benne, hogy van, Tibi. Jani?
Te szemétláda. Mi? Elrontod ezt az egy kis rituálénkat. Nem, hát ezek az övéi, ha például ő nincs, és a Csabival beszélgetünk majd most is, akkor én nem kérdezhetem meg, hogy remekzenék Csabi. Nem? Mert az a Balázsnak a mondata. Ennyi. Nem lopunk mondatot. Mi másképp toljuk ezt a dolgot. Észrevetett, és biztos, hogy mi például kedvesek vagy. Egyébként, ugye, hogy egész más. Szóval mit akarták kérdezni, Jani? Én pedig én már azt hittem, hogy nincs. De van! Érdekes beszélgetések vannak egyre többször, amikor lemész valahol koncertezni, és kicsit megtalálnak téged, hogy na jó van, de te pesti vagy. Aha. És mindig el kell kezdenem magyarázni, hogy nem vagyok pesti, egyébként is szegedi vagyok, és jelen pillanatban is falun lakom. Ez a mondat ezért már be van belém égve. Pedig az ember azt hinné, hogy nincsen már ez a... De van. Ez a, de erre mondhatjuk, hogy ez a pestezés meg vidékezés ez nincsen, de rohadtul van. Tehát, hogy még mindig benne van az egókban ez a harc, hogy most akkor a vidék vagy a Pest. Nem? Mert más a pesti ember, mint a vidéki, mondom ezt én, aki vidékinek tartom magam, és ugyanígy ezt mondja nyilván a pesti is, érted? Még ha ténylegesen nincs különbség is, tehát nem azon múlik. Figyelj, most nézem egyébként, hogy a teljes népességetek egy... Teljes népességetek? Hát én mint táj? Ti mint szadaiak. Szadaiak? Azt mondja, hogy 2013. január 1-i adat 4675 fő. Tehát, hogy azért tényleg nem a főváros. Hozzáteszem, hogy ebben, hogy a tegnap este nincsen benne, amikor is védekezés nélkül szeretkezik a barátok. Plusz egy, bármi lehet. Plusz egy. Plusz egy. És időnként kijön a húgom is. Plusz kettő. Jó, de hogy ezt majd azért próbáljuk majd azért egy kicsikét átírni ezeket a számadatokat, de egy picit menjünk ennek mögé. Csináltam egy ilyen kis listát, hogy mi alapján egy kicsit valahogy mérjük meg, hogy most akkor a pesti vagy a vidéki. Csináljunk itt egy ilyen képzeletbeli. Hát legyen egy képzeletbeli összecsapás, ütköztessük. Én itt vannak a szempontok, és egy picit menjünk át a kettő élet pozitív és árnyó oldalain. És akkor legyen az, hogy melyikőtök vállalja be a pesti, mert ugye mindketten rohadtú vidékek vagytok. Nincs oda, Lőrinc, 18. kerület. Bocsánat, de hát rohadt főváros. Nem, kerület. Az főváros, hát nem, bocsánat, az 18. De ne legyél kerület. Akkor vállalt föl, hogy te fővárosi vagy, és akkor összecsaphatsz egy klasszikus vidéki vérrel. Ennyi. Vállalod? Nem az van hívást, érted, vagy most. Hát. Tehát igen. Nem előváros vagytok, 18. kerület. Hát miért nem népszerű fölvállalni azt, hogy fővárosi legény vagy? Ez csúsztatás? Én megmondom őszintén, hogy én elismerőnek érzem azokat a megjegyzéseket, amikor mondjuk egy vidéki kitelepülésen vagyunk, és valaki nem tud engem nagyon beazonosítani. Közénk való vagy, Jani. Látszik rajtad, Jani, hogy te is vidéki vagy. Tehát én ennek tökre örülök, ez nekem szimpi. De mondom, ez tényleg egy ilyen állandó harc, mert most próbáljuk meg egy picit így a két oldalt képviselni, akkor én beállok mellé, hogy ne legyél egyedül, bár mondjuk ha valaki tőzsgyökeres vidék, akkor én vagyok az, beálljak mellé, hogy ne érezd magad nagyon egyedül. Hát figyelj, nekem már kispesték belvárosiak. Az már elérhetetlen távolság. Na nézzük, hogy na, mire lássék. Vidék versus főváros. A gyerekkor. Hogy milyen gyereknek lenni mondjuk vidéken és milyen fővárosban. Tehát, hogy mondjuk hogyan tudod elfoglalni, mit tudsz játszani, mik a kis aktivitások. Na, jó levegőn vagy egy. Ugye? A fővárosi nincs jó levegőn. Ott rögtön. Tessék, te megtanulod gyerekkorodban az, hogy a csirke az nem csak mellből áll, és nem egy fólia alatt tenyésztik az udvarodba, hanem van csirke szar, amiben bele lehet lépni. Így is van pontosan. Hát ez már kettő. Az életnapos oldalon. Vigyelj, várj csak. Ez egy tökéletes. Ugye játszani, ugye ki tudsz menni, tudsz ugye gyakorlatilag, ugye ki tudnak engedni, és naphosszat szaladgálsz. Igen, van nem egy körbe kerített játszótéren töltöd az mondjuk, időt. Mondjuk egy kulcsal a nyakadban. Egy kulcsal a nyakadban, mondjuk nincs is játszótér. Ezt akart, nincs is hinta mondjuk. De minden játszótér. És akkor nem velem vagy, Jani. Ja, de látod, megint elárultam magam. Képvisel az ellenpólus. Tehát ezzel szemben... Azt abban, hogy nem tudom, mert hogy én nem voltam ez a tipikus kulcsos gyerek. Akkor én beállok, akkor ott van. Pesten, ott a játékterem, a videójátékterem. Na? Mit na? Bemész a videójátékterem. Nem mész be a videójátékterem. De bemész. A videójátékterembe bemész. Ha volna, neked nem volt, te nem tudod, miről maradtál. Nem, fogalmam nincs. Én már 15 éves voltam, amikor ezt a kattogós teniszt játszottak. Nem volt videó. Te azért az informatikus korszakból picit kiestél. A rémálma vagyok az informatikusoknak, de nem is volt rá szükségünk, tudod? Mert mi a végtelen a mezőkön szaladgáltunk, érted? A rongylabdát kergetve. Így van. Mi szénakazalban aludtunk, frissen fejt tejet ittunk, még a tehén csecséből. Hogy volt olyan? Tehát, hogy vannak olyan jellegű gyerekjátékok, amit jószággal lehet játszani? Tehát ez a rúgd meg jószággal. A farát, meg a disznóvágás. Hergeld a kakast. Igen, pont ilyenek. Az volt, amit így rúgd.
Igen? Volt, nekünk volt. De én nagyon sok időt töltöttem lent vidéken, hála jó hergelnek az odos. És hát, persze, tehát, hogy ja, igen, igen. Hergeltem, és letérdeltem egy adott pillanat, hogy megbubbozzon. Új, szállja átamra, nyilván, igen, most már csíp, de jó. 5 évesen egy náladnál magasabb, nagyobb termetű libával harcolni, az mondja, nagyon nagy ilyen félelem. Igen, összecsapás. Hát persze. A szegény ember házőrzőjével. Így van, kitátja a száját, és utána csak a menekülés. Az első gödöri ott eltűz. Na, más mondjuk távközlés, kommunikáció. Vidék, falun versus főváros. Mondom, a távközlés és a kommunikációt. Sanyi bácsi! Igen. Van baltája! Nincs! Igen, hozom Ferike! Ennyi. Tessék, távközlés, kommunikáció. Ugye bulvár nem kell. 10 háznál távolabbra pedig ott volt a kerékpár. Ó, akkor átmentél. Ugye bulvár vagy nem kell. Vagy Sanyi bácsi, szóljon már Pista bácsinak! Hogy szóljon át a Dezsőjéknek! Érted? És akkor hogy a Gabiéknál ott maradt az a két sajtár, hozzák már vissza! Érzitek, hogy milyen csúnyán elkezdtünk, tehát hogy elkezdtük ezt összeütköztetni a két oldal, de nagyon csúnyán mindenki a vidéknek hazabeszél. Jó, most hozzuk ki akkor ezt, most az is ilyen egy oldalú dolog. De a másik meg egyrészt nem kell bulvár. Nem? Minden, ott az a Marika néni. Marika néni gizike kiállnak, ott figyelj, ott titok nem marad. Igen. Viszont, jó, akkor mondok egy ilyen városi dolgot. Na, ott van például, mostanában már nem annyira fordul elő, de az én időm, amikor gyerek voltam, akkor azért elmaradhatatlan testnevelési foglalkozás volt a szertornázás a középső villamoskocsin, ami Mics? Ugye a középső villamoskocsin a lógó kis kapaszkodókon, hát ott folyamatosan mindig a középsőbe szálltunk, akkor mert ugye az elsőben volt, a villamosvezető, és a középső volt a fapados. Az volt az a imbolygó, ami ugye mindig ide-oda csapódott a két sín között, és akkor gyakorlatilag ott voltál a legkevésbé tetten érhető, bármilyen rosszaságon törtel a fejed, és akkor ott lehetett ott szertornászkodni meg. Huncutkodni, kiabálni, jól érezni magunkat, mert ott nem szólt rád. De húzózkodtál, és te utáltam ezeket, amikor láttam, hogy valaki szertornázik a kapaszkodón, az annyira te csak kényszerűségből izzadsz. Ja, de szemét. De nem az, tehát, hogy mert tudod, és mert mi szeretjük, tudod, emlékszel a mondatára. Aha, igen, hogy látod, mi rendesek vagyunk veled. Gondold, de itt lenne Balázs, akkor mekkora bűn. Meg hát ugye kiváló csúzliágasokat lehetett belőle csinálni, mert ugye a városi gyerek nem fából farigcsált, hát a vidékiek, hanem ugye ott volt a villamos. Na, mi szépen, tudtuk, fákon levágtad, kis íves részét levágtad, két lyukrát, tejgumi. Szórakozást. Itt jön a következő pont, hogy ezeket egy csúzlik, nem tudom, ezeket nyomattátok, nem lássátok le? Persze, köpőcső, minden. De volt olyan, amivel tudtál vadászni? Tehát, hogy valamit elbírtál találgatni, mondjuk egy csúzival, frankó kimenti, azt hát, szomszéd galambok már leadták egymásnak a drogokat, ha kint voltunk. Persze. Igen, de ők legalább nem a közvilágítást csonkolták, mert hogy náluk nem volt. Viszont a kis Janika, rossz voltál? Te nyomattad ezeket? Nagyon rosszak voltunk. Na, egyet vállaljál, mit csináltál? Hát, sajnos ez azért előfordult. Hosszú a lista nála. Igen, hogy egy-két izzót cserélni kellett miattunk. De magyarul akkor vidéken is, és az a fővárosban is ugyanúgy lehetett mulatni. Volt csak a bűnöző. Mindenkét helyen. Volt a vasárnapi galamblevesben mindig volt úszög is. Ne hűljél már meg. Gyönyörű. Vittél haza így, hogy anya, megvan, tehát volt ilyen levadás. Persze, és varjút is ettünk, igen. Nyilván mi elhullott. Sütöttek az sült mellé. Igen. Egy kis varjú rostéjot. Úgyhogy ezek, na akkor ez ugyanaz a vonal, a játék, tehát a szórakozás. Hogy állunk egyre, akkor most még mindig húz a kis vidék, ugye? Hát, tehát, persze. Egyértelműen. Jó, na nézzük a csajozást, mert itt lehet, hogy bonyolultabb lesz. Szerintem ezt lehet, hogy elviszi a főváros. Hát szerintem az én tapasztalatom szerint vidéken egy kicsit így tovább ért mi a gyümölcs. Így van. Lassabban tovább sült a pite. De nem, szerintem meg az van, tehát most én nem a hosszába gondolkodok, mindig a nagyszámok törvényét. Tehát, ahogy édesapám mondta, minden nőt megkapni nem lehet, de törekedni kell rá. Tehát, hogy vidéken, ott megvan az a 2-3 sláger csaj, akiben mindenki na, szerelmes, hát nem? És akkor az a 2-3 meg volt a nagyszámok törvénye alapján neked, akkor már nem volt még. A 2-3 van, akkor nyilván a sokkal több pali van, akkor nem engem választ. Jó, de mindegy, ha már téged érted, akkor nem tudsz tovább menni, mert nincs több. Így van, tehát hogy a vidéken ott ugye megvan az a, egy kis faluban megvan az a 2-3, jó, hogy a Marcsa meg a Teri, aki a 3 top csaj, nyilván mindenki azokra izgul, és azt elbukod, akkor muszáj egy picit a kategóriát váltani. Így van, míg? Nem, hát még a fővárosban sokkal több. Ugye? Így van, hogy a városban, akkor mondjuk inkább így, mert városvidék ellentét, de fővárosvidék ez is lehet. Tehát nagyobb a szórás, így is van. És hát egyébként meg... Több a porta.
És egyébként az a igazi főváros. Az a baj, hogy a portán benyitni a kapuba már érted, az sem most könnyű nálunk, mert hol csinálod meg? Már, hogy üss a szállat. Tehát hol csinálod meg a történetet? Ki, érted, beleesett a szénak az alba, Julis, nézd már meg, hogy benn van-e, mit tudom én, micsoda is közben, vagy hogy? Ráadásul ugye vidéken sokkal tovább élnek a tradíciók, mint például a vendetta. Tehát hogy ott azért a papa, hogyha berág, akkor érted, ő is felül áll a biciklire, csak vesz maga mellé valamilyen eszközt. Még élek nem felejtem el egyébként, hogy egyszer, ja, a másik, hogy mondjuk akár tényleg visszatérve az állattartáshoz, hogy mikor deszkel laktunk a Szeged mellett egy kis faluban, akkor konkrétan egyszer valahogy egy rosszul megépített disznó volt ott nálunk, és a disznó úgy döntött egyszer csak, hogy kicsit szétnézne egy mi újság a kertbe. Ezt fogta, azt kidöntötte az oldalfalát az egész disznónak, és ott balettozott a szegfűk között, így ugráltott a szegfűnek a hálójában, nem tudom, tehát próbáltuk ott a bátyámmal terelgetni. Hát, nagyon esélytelenek voltak. Az esélytelenek, nyuga, az esélytelenek. Na mi a következő program? Nyuga, a gasztronómia. A falusi gasztronómia, vidéki gasztronómia versus főváros. Aha. Hát basszus, az ízek. Megint a vidékhez kell tennem a pontot. Én megmondom őszintén, hogy igazán jó kaját a gyerekkoromban, a fővárosban csak olyanoknál lettem, akik vidékről költöztek. Bizony. Pestre. Abszolút. Le. Fel. Le. Nagy. Hát, ja, le. A gasztronómia vidéki fellegváraiból le. Pestre. Hiába. Ugye itt mondhatnánk azt, hogy a fővárosban itt van a olasz, a japán, a kínai. Hát az van, ebben nem. Igazad van, hogy mondjuk új kígyóson viszonylag kevés az én szülőfalumban a kínai étterem, mondjuk igény minimális rá. Hát, hogy hiába is nyitott. Te szülőfaludban mert... pont annyi sushi bár van, amennyire igény van. Így, nem? Tehát, hogy... Bortos, az ég egyadt a világon, senki be nem menne, viszont ugye a tradicionális hazai kajákban meg nagyon-nagyon jók vagy. Így mert van. jó az alapanyag. Az a, bizony. Érted, tudod, hogy mit az új kígyósaiaknak a libamáj a lángosa. Egy darabig nem, ez, ebben igaza van, mi libamáj termesztők voltunk. Komolyan? Igen, hízlalták a libákat, tudom, ne írjátok meg, nem termesztik, és akkor abból azért néha leleesett a szállítmányból. Nem azt mondom, hogy mi minden kedden is csütörtökön libamájjal kergetjük. Limánkodtál egyszer egy vajkrémes kenyérre. Anya, ne libamájas! Léci már megint! Igen, hát ahogy mondani szoktak, termelőjáron jutottak hozzá. Így. És figyeljetek, ez egy ilyen, most ez hiedelem, legenda, vagy egy abszolút tévhit, hogy a jó vidéki tojás. Nem, tehát nem tévhit. De hogy miért az izé az hol? A másik, mert az, robotot termeszt? Mert az ketreces, a izé meg kinkapirgál. Ez tápot eszik, az meg eszik például zöldet is. Ettől szép a vidéki tojás. Mi almos, tanyasi. Hát de nagyanyámék azok öntötték be a zsákszámra a tápot. Hát, igen, csak nagyanyád aztán kiment a kertbe, és tépett egy kis füvet, te és ezt még nem ismered az én nagyanyámat. Nem tépte a füvet, szívta. Bizony, hát az ugye igazi nagy buli harc volt. Azt nem dobta oda az zöldet a csirkének. De tényleg jobb. De sokkal. A sárgája? A sárgája, igen. Meg a mozgás. Hát azok, meg a tanyasi tyúkok azért azok össze-vissza rohangálnak, kapirgálnak, kín vannak a levegő, tényleg termelnek be, amíg a tojótáp mellé, meg a mindenféle ilyen hulladékkaják mellé azért még normális kaját is. Tehát azért... Jó, jöjjön akkor egy olyan rész a dolognak, ami nehezebben lesz védhető. Divat. Metró. Metró. Tömegközlekedés. Tömegközlekedés. Nem, divat. A jó vidéki divat. A jó vidéki divat, hasznos divat. Tehát praktikum. A gumicsimma nem csak szép, hanem jó. Nem lesz ganyi és a lábad. Kicsit kezdjünk sarkítani most. A lábad most és négy évszakos. És bármikor télen vastagabb zokni kell bele. Meg kapca. Vagy kapca. Kapca. Az én édesapám még őszintén megmondom, hogy kapcázott előszeretettel. Jó, akkor itt derül most ki, hogy én és nem most egy mondom, generáció vagyunk. Mi is, semmi, az? Mi is az a kapca? Nem kell olvasni a sorok mögött. Megnézd, beütöm már. Népszabadsággal. Igen. Én is ugyanezt mondtam volna. Ugyanez. Illetve nálunk még ugye a Békés-megyei hírlap volt. Ja, igen. Újság, meg a Szabadföld, és akkor azt úgy csináltad, hogy fölterítetted az újságot a konvektorra, vagy a kályhára, ami volt, kicsit átmelegítetted, előtte az oknit is. Tényleg, papírkapca. Mi a túróról beszélt? A kapca. Itt olvasom, eredetileg rövidszárú harisnyafél a lábbeli. Igen. És mit akartok az újságban? Az, hogy betekered a lábadat télen bele, zoknit, fölveszed a zoknit, rátekered a kapcát, ha menő vagy, akkor még egy zoknival lefolytod, és úgy rakod bele a lábad a gumicsizmába, és nem fázott meg. Szigetel.
rohadjak meg. Viki, kérek egy újságot! Tényleg. Melegít szigetel, pontosan. Na hát ennyire voltam én városi, vagy voltunk mi városi. Ja, az a baj, hogy annyira kiderült, hogy hazabeszélünk, hogy mindenki egy könnyes szemmel emlékszik, hogy a vidéken töltött éveket, de tényleg az volt a jó. Tehát, hogy én mindig olyan büszkén vállalom, hogy mondjuk, mert a főváros, jó, ott Pesten nem tudjátok, mert csak Doboz Balázs disznót. Voltak nekem haverjaim a Havannáról, meg a Csontváriról, mint minden tisztességes lőrincinek, de hát ettől függetlenül azért érte. A gyökereit az ember nem tudja megtanulni, meg nem is akarja. Sportok? Még magát a testmozgás még kicsit fel. Hát előbb mondtad el. A testvéreddel közösen sportoltál, a disznó, aki kitört az olból, azt kellett üldözni, futottál. Kelgetni, öntöztünk, locsoltunk, és nyulat is neveltünk addig, amíg fatalom el nem adta, és egy kocsira nem váltotta. De akkor megértem. Egyik reggel arra ébredtünk, nevelgettünk és nyulakat, imádtuk őket, tudod, izéve, és egyik nap aztán apám jött haza, nyulak már sehol, és nagy büszkén mondta, hogy kocsi lett a nyulakból. Hát figyelj, ez még egy jobb verzió, mert nálunk tepsibe került. Azért ott is elszomorodt egy kicsit, de csak amíg meg nem kóstolta. Jó, tényleg, ez mondjuk lehet egy rossz, és akkor legyen egy árnyoldala, hogyha ennyire bevédtük a vidéket, hároman vidékiek, hogy tény, hogy vidéken az ember közelebbi viszonyba tud kerülni az étellel, ez rossz, mert akkor utána megsiratja, mikor föltállalják, hogyha előtte nagyon nagy címbiség van. Félve kérdezem meg, először is, még nem, az, nem a sikolyhoz utalva. Ezt adjunk elő. De én azért szaladtam, hogy ne dicsérjél magát. Hogy örültök-e? Tehát, hogy jó, azért nyilván nehéz volt nélkül, ugye? A vidéki gyerek, tehát csájfődő, mi? És hadd kérdezzem már mög az urakat, hogy jogos a taps és a sikoly? Igen. Jogos. Van egy kis versikém, csak az a szögedre mondjam. Keblemre te, tarpaj. Ehun egy szögedi gyerök, sosem vesztük mindig nyerők, röggel megyök este, gyűvök vizet iszok, mögyet össze. Tibi, köszönjük szépen, jövő hét szombat újra találkozunk. Ja, mert miért szombat? Hát mert lesz klubkoncerted, nem? Hát figyelj, azt nem lesz is mondtam. Lesz klubkoncertje? Folytatod? Hát nem az, hát eleve, ugye én tovább akartam nyaralni, csak egész egyszerűen kiderült, hogy gyakorlatilag nem bírta, olyan mennyiségű felkérésem volt, amit már nem bírt átvenni a Vastag Csaba. Tehát, hogy muszáj voltam hazajönni, mert nincs meg nélkülem a hakni világ. Na jó, szóval jövő hét kedden találkozunk, mi pedig mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Pontosan 3:40 van, megpróbáljuk Tibort kiheverni, és amíg megpróbáljuk, addig meghallgatjuk, hogy mi mindent hoztunk össze a mai napon. Nagyon jó egyébként, hogy Tibi itt volt, és gondolom, hogy praktikus szempontok is közrejátszottak abban, hogy visszaérkezett, hiszen már 2 vagy 3 hete tégla bakokon állt az autója az előtt, mert ellopták alól a gumikat, és végre most akkor felrakatja a téli. Nem kell már a gyárival törődni. Csabi, szevasz! Jó reggelt, szevasztok! 2 gyerekes apaként meséljél, légy szíves, hogy ti mit, milyen trükköt alkalmaztok. Nem vagyok hajlandó erről mesélni. Nem vagyok a reggeli műsor vezetője, meséljenek róla azok. Mi már mesélt. Vállalják ezt. Mi már meséltünk, az egyikünk el is futott. Jegyből? Igen. De miért van itt akkor a felesége? Mert itt hagyta nekünk, mert szükségünk van egy vezérre, egy szerkesztőre, ennyi. Ha Balázs elzakózik és eltöri a lábát, akkor egy hónapig lesz metál. Zoli. Nyitott kapukat döngette. Vagy nem tudjuk, akkor Zoli többet tud, mint mi, hogy hova ment a Balázs, hogy elzakózhat. De meséltem még tegnap, hogy el fog menni síjelni. Igen, csütörtök pénteken. Csütörtök péntek. Csütörtök péntek, hát csütörtök pénteken fixen lesz. Gigi, és opcionálisan hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, és a következő héten, de ehhez az kéne, hogy valami történjen Balázsán, de nem fog. Jó, és ezért senki se kövesse Ausztriáig, jó? Hogy legyen metálzene. Anna, legyél oly kedves, és tárcsázzuk gyorsan a nap hallgatóját, mert elbeszéltük Tiborral az időt. Jól tette. Tudod ki a nap hallgatója? Neked megvan? Igen, jó. Igen. Morning show. Na így kell ezt csinálni, igazi profi. Szia, jó reggel. Jó reggelt, szervusztok! Szia! Elmondod a nevedet, mert nem írtad alá az SMS-t? Szabó Balázs András vagyok Párkányból. Szia! Na, de tök jó Párkányból. Meg hogy ennyi neved van. Tárkány, té, mint Tamás. Té, mint na, Tamás. Jó van, oké, minden tiszta. Azt mondja, hogy küldte nekünk egy nagyon jó SMS-t, a következő volt, hogy mi a mamával adunk a gyerekeknek egy 500-ast, hogy menjen el a kocsmába fröccsözni, 40 éves munkanélküli, mi 65-67 évesek vagyunk. Jó, ha igaz a sztori, Balázs, ha igaz a sztori, akkor nyilván szomorú, hogy 40 évesen munkanélküli, de ez tényleg így van, hogy 60 évesen még megy a történet, és egy 500-asra elkülditek a gyereket, akkor brilliáns. Így is, úgy is zseni.
Igaz, nem, az... ez nem igaz. Ja, rendben van, küldünk neked ajándékcsomagot, és vannak egyéb ajándékaid is, azt majd a reklámblogban meg tudod hallgatni. Jó, és köszönjük szépen, hogy bennünket hallgattál. Én köszönöm, nagyon sok videón percetelettek nekem. Köszönjük, szevasz, szevasz. Hát ugye nem is igaz, legalább tippet adott másoknak. Hát, de nagyon jó a sztori. Itt egy 500-as, hogy mindjárt két fröccset addig a mamával lerendezzük a dolgot. Konkrétan egy ilyen kis a Moldova szatirába való. Igen. Nagyon jó. Csabi, milyen fantasztikus zenei eszenciával tudsz bennünket megörvendeztetni a mai napon? Erre ugyanazt kell válaszolnom, amikor a főnök kérdezi, hogy remek zenék? Nem, mert erre nem jó a remek zené. Kérlek szépen, egy nagyon jót hoztam. Én rájöttem arra, hogy az én ízlésem, erre már máskor is rájöttem, de most még inkább, hogy megegyezik azzal, amit a nagy közönség szeret. Például a country zenére én ugyanúgy be tudok indulni, mint mindenki más. Ti szeretitek a country zenét? Hát egy dalig. Ó, nagyon. Két dalig mondjuk. Tehát, hogyha egy-két dal lemegy egymás után valahol, akkor azt még a harmadiknál ölni tudnék. Na, a country zenét szerintem egyre többen építik be. Tehát vannak a country előadók, vannak a country-s előadók, van a rock country, meg van a country-nak is több változat. Akkor ezek szerint nyomni fogsz egy jó kis volbeatet? Nem. Dániából? Nem tudom, azt észrevettétek, például az Avicii ugye elmúlt nyáron egy kicsit beépítette a country-t, és most itt van ez a Pitbull nevű emberke, aki ugye Kubából indult, közel van Amerikához, és most ezt a jó kis magyar származású kislányt, a Kesát kérte fel egy dal erejéig, és ők egy country beütésű dalt hoztak, az a cím, hogy Timber. És olyan dallama van, de olyan, hogy meghalljátok, és egész nap azt fogjátok fütyülni. A Pitbull nagyon érzi ezeket a trendeket, meg azt is nagyon érzi, hogy kivel kell együtt dolgozni ahhoz, hogy... Kesa olyan, akivel együtt lehetne dolgozni? Hát egyébként, igen, na majd rákeresünk. Nézzétek meg a klippet is, ezt is ajánlom, mert én rákerestem, és hát egy ilyen tipikus country kocsma, tehát ilyen western kocsma, és ott táncolnak a lányok, ilyen alig bőrben, meg alig farmerben. A Kesa is, úgyhogy... Alig bőrben. Engem megnyert a dal és a klip. Az új YouTube számot, azt játsszuk mi? Igen. Az Ordinál Love-ot? Igen, hát persze. Persze. Játszogatjuk. Játszuk, nem játszuk rendesen. Tényleg? Még nálunk is volt reggel. Egyszer, mert nem hallottam még, aztán nem tegnap felhívta rá figyelmet, megnéztük a klipet, hozzá tartozik, és hát meglehetősen rendben van az a kis nóta. Lejátszom ma neked. Figyelj, akkor már ne nekem, hanem vodulni kellem Mónikának kérni szépen a YouTube zenekartól az Ordinary Love-ot. És üzenet is esetleg van, amit? Ja, nagyon-nagyon szeretlek, és köszönöm szépen az elmúlt 20 évet, amit együtt töltöttünk. Békességben, boldogságban, és néha azért szétrúgtad az rityomot, de ezért sem rakszok. Na, én meg akkor a nagyváratéri henteseknek küldeném azt a dalt, de küldtek nekünk aját, olyan rendesek voltak. Iszonyú jó arcok. Janira is gondoltam. Én is köszönöm a kovácsos bókát. Igen, van egy hús nélküli csülök a rendszerben. 061-555-5500, ez a telefonszám, itt tudtok dalt kérni Csabitól, mi pedig akkor holnap reggel 6 órakor jövünk. Egyéb batyút. Szevasztok. Sziasztok.